Üdvözletem, ez itt a Horoszkóp, és újra az a megtiszteltetés ért engem, hogy Damina Dávid elfogadta a felkérésemet, és eljött a csatornára beszélgetni egy számára nagyon fontos és kedves sorozatról, talán mondhatjuk a kedvenc horror sorozatáról, amire mindjárt ki fogunk térni. Egyébként Dáviddal, hála az égnek, idén sikerült elmenni a horrorkonra, és arról szeretném, hogy néhány szót kérdezni, illetve még a könyvfétre is, hála az égnek. Dávid, légy és köszönj be, illetve első körben meséld el, hogy mi is ez a széria, amiről beszélni fogunk, mi is, ami annyira kedves a szívednek. Sziasztok, itt Damina Dávid, és azt hiszem, hogy talán a Sharknado szériáról fogunk beszélni? Ki van zárva? Várj, akkor lehet, hogy inkább a Puppet Masterről, magyar címén Gyilkos bábok, ami összesen 15 film, ami jelenleg, hogyha minden igaz, akkor a második leghosszabb horror széria. A második legtöbb filmmel rendelkező horror széria, de szerintem néhány év és simán ez lesz az első. Ez így van, és ki fogunk itt térni amúgy sok mindenre szerintem 15 filmmel kapcsolatban, és nem annyira fogjuk azt mondani, hogy ez tökéletes, vagy ez nagyon rossz, hanem azért szeretnék itt pár szóba jobban belemenni. Na de, mert mielőtt belekezdenénk ebbe, érdeklődnék Dávid, hogy akkor voltunk a horrorkonon. Ott emlékszem, hogy ott volt egy Blu-ray járus, ahol te is vásároltál, és én is, és ott volt 4K-ban a Puppet Masternek a harmadik része. Hezitáltál rajta, hogy megvegyed? Nem, mert megvan a harmadik rész kétszer is, úgyhogy mondom, az bőven elegendő, nekem nincs szükségem még 4K-ra is ebből a filmből. Egyébként, hogyha elmennél mondjuk jövőre, vagy akármikor még egy ilyen horrorkonra, reméljük, hogy lesz még rá egy alkalom, főleg, hogy közösen, hogy ott lenne a Charles Band, lefotózkodnál vele? Hát szerintem, hogyha nem 200 fontba kerül, akkor szerintem simán. Ja, persze, hát azt elfelejtettem mondani, hogy nem tudná, Charles Band az a Puppet Master sorozatnak úgymond a megalkotója, a producere volt, amit rendezett, és Full Moon-nak a főnöke, a Full Moon cégnek, illetve még az Empire Entertainmentnek is. Szóval akkor benne lennél egy ilyenbe, illetve egy másik ilyen kérdés, hogy jó pár részt, főleg ez a Exis trilógiánál volt az, hogy Indiegogo-n keresztül voltak ilyen különféle csomagok, amiket lehetett venni. És volt olyan is, hogy megvásárolhattál egy szerepet, vagy szerepelhettél a filmbe. Hogyha Amerikában élnél, és lenne lehetőséged arra, hogy belefizessél ebbe a filmbe, te szerepelnél Puppet Master 23. részében, vagy nem? Ha kint élnék Amerikában, és lenne rá lehetőségem, akkor elképzelhető, hogy befizetnék egy ilyenre, de valószínűleg meggondolnám, hogy az Puppet Master legyen, vagy esetleg valami más film. És a másik ilyen, megjártuk a könyvetet is veled, hogy feltettél egy kis videót, hogy megy a hatalmas közönség ott, meg rengeteg millió egy ember. Egyébként hogy érezted magad ezen a könyvféten, illetve még külön érdekesség, hogy a Vajdahunyad váránál te készítettél egy videót, a Lugosi Béla szoborról is, utána elmentünk a Fantasmaniába és a könyvfétre. Hogy érezted magad a könyvféten? Könyvféten jól. Most voltam először, és érdekes volt megtapasztalni, hogy ennyi sok pavilon ki van rakva, ennyi sok asztal, ilyen sok kiadó, ez a rengeteg könyvvásárlási lehetőség, az írók ott voltak, ugye lehetett dedikáltatni, fotózkodni, és ott ment ez az óriási tömeg, ugye mindenki a könyvek miatt volt ott, és ez szerintem egy klassz dolog volt, úgy, hogy van az egész, tetszett. Jó volt a hangulat. És te is író vagy, ugyanis van két könyved, a Vesper Krónikák első és második része, és jól tudom, az első része az újra rendelhető, ugye? Igen, igen. És akkor hol lehet ezt megrendelni? Mondd el az infókat. Hát jelenleg ezek a könyvek csak nálam kaphatóak, úgyhogy ha esetleg bárkit érdekel, akkor tőlem tudja megrendelni, vagy az e-mail címemen davedamina@gmail.com, vagy Facebook oldalamon keresztül. De egyébként érdekes, hogy szóba hoztad, mert van némi köze a Puppet Masternek a Vesper Krónikákhoz. Na, mesélj! Hát ugye a André Toulon, a fő karakter ugye a Gyilkos bábok filmekben, ő utána neveztem el egy ilyen félig madár, félig emberszerű fajt ezekben a regényekben. Igaz, hogy csak a harmadik részben van benne konkrétan a név, hogy Toulonok, de lényeg, hogy André Toulon után neveztem el. Aha, de az mi nem jelent meg a harmadik rész? Nem, de már az első részben is benne van ez a lény, csak ott még nem kapott nevet, ez a faj.
És esetleg van arra lehetőség, hogy a jövőben megjelenjen a harmadik kötet? Hát én nagyon örülnék neki, de elsődlegesen inkább azt szeretném, hogyha más regényem, vagy akár regényeim jelenhetnének meg, és majd utána koncentrálnék inkább a Vesper kronikákra. Igen, mert meséltél nekem egy jó kis történetet a könyvetem, meg a Horror Conan, az ne letezzük le, azt nagyon remélem, hogy meg fog jelenni hamarosan. Illetve, amit meg szerettem volna még kérdezni, és itt a Gyilkos Bábuk szériával kapcsolatban, hogy a Charles Bennek vagy tavaly év végén, vagy idén évelején megjelent egy könyve, aminek a Full Moon-nak a történetét mondja el. Te olvastál már valaha angol nyelvű könyvet? Igen. Te megvennéd ezt a könyvet egyébként? Nem tudom. Láttam egy másik Full Moon könyvet, ami érdekelt, csak nehéz beszerezni, az egy ilyen poster könyv, azt lehet, hogy megvenném, de hogy még konkrétan egy Full Moon története könyvet, nem tudom, lehet, mert igazság szerint érdekelne. És volt egy olyan kijelentésed, aki nem tudná, Dávid, te egyáltalán nem iszol alkoholt, ugye, hogy mondtam. De volt egy olyan kijelentésed, hogyha 15 film Puppet Master után lehet, hogy megváltozik a véleményed. Megváltozott egyébként a hozzáállásod azóta? Ezúttal is vizet iszom, úgyhogy nem. Na, akkor örülök neki, hogyha sikerült túlélni a 15 filmet épészen. Úgyhogy még mielőtt belevágnánk a szériába, itt szeretnénk néhány dolgot tisztába tenni. Tehát volt a 80-as években az Empire Pictures nevezetű cég, aminek olyan filmeket köszönhetünk, mint a Reanimátor első két része, a From Beyond, a Robot Jocks, az Arena, a Dolls, tehát ilyen elég jó kis filmek, hogy a Pit and the Pendulum, bár ez lehet, ez már Full Moon volt, de hogy voltak ilyen elég jó kis filmek, aztán az a cég valamiért megszűnt, és Charles Band megcsinálta a Full Moon-t a, hát, 80-as évek legvége, 90-es évek legelején. És hát pont a Puppet Master volt a leginkább a húzó név. Na most szerintem a Full Moon, az én véleményem, és aztán nagyon kíváncsi leszek a te véleményedre, Dávid, eleinte nagyon erősen kezdett. Tehát szerintem ilyen jó kis B-kategóriás filmeket csinált, mint a Puppet Master például, az első három része szerintem nagyon jó, a Castle Freak, a Pit and the Pendulum például, csináltak nagyon-nagyon-nagyon jó filmeket, aztán már a 90-es évek vége felé érződött azért szerintem egy kis izzadságszaga a filmekbe, Puppet Master 8, meg 7, de majd odáig eljutunk. És aztán a 2000-es évek végétől, vagy elejétől teljesen átestek a ló túloldalára, és saját maguknak a paródiái lettek szerintem. Akár a Puppet Master filmekre gondolok, de ezekre a alig egy órás filmekre, amiket csinálnak, majd kitérünk pont a Puppet Masternél is, mert van, amelyik az egy órát se érje. Neked mi a véleményed erről? Tehát akár az Empire Pictures-nek a munkásságáról, és a Full Moon-nak a elejéről, közepéről és a mostani helyzetéről? Szerintem a Full Moon és az Empire Pictures között így azért lehet érezni a hasonlóságot, hogy ugye ugyanolyan stílusúak ezek a filmek, de mégis óriási különbség van. Tehát az Empire Pictures filmjeit én szerintem sokkal inkább szeretem, mint a Full Moon-nak a filmjeit. Ott még tényleg lehetett azt látni azokon a filmeken, hogy több pénzből készült, valószínűleg több tehetséggel, és nagyon jól összerakták őket, tehát az ott a Reanimator, From Beyond, azok tényleg fantasztikusak. És aztán a Full Moon-nál egyetértek, tehát ott a 90-es évek volt az, ahol jobb filmeket csináltak, és aztán egyre jobban hanyatlani kezdett szerintem ez az egész. Valószínűleg azért is, mert egyre kevesebb pénzből csinálták ezeket a filmeket, és hát mostanra így a 2000-es évek, meg a 2010-es évek, 2020-as évek, hát nem tudom, tehát itt látni a Puppet Masternél, hogy azért romlott a minőség. Jó, egy-két kivétel talán azért akad, de látszik, hogy eléggé romlott a minőség, és nagyon elmentek ebbe a humorosabb irányba. Tehát ez az Evil Bong széria, nagyon kíváncsi nem vagyok rá például arra. Én a legelsőt láttam, de feladtam. Tehát azt megnéztem, és az volt, hogy köszönöm szépen, én abból többet nem szeretnék. És se a Killjoy-t nem akarom se a többit megnézni, mert sajnos látszik, hogy ilyen filléres vackok, nem tudom szebben mondani. Akár csak ezek a Baby Upsi filmek, amik a Demonic Toys-ból készültek, ezek a spin-offok, hát azok se tűnnek valami túl jónak. És amire ki akartam térni, az én csatornámon van videó az első 10 filmről, és lesz folytatása is. Tehát ugye már kezdtem felvenni az utolsó 5 filmhez, eddig utolsó 5 filmhez is az ismertetőket.
Ezért majd inkább Dávidnak a véleményére leszek kíváncsi az első 10 film esetében. Az enyémet, aki akar, ez meg tudja részletesen tekinteni, a horoszkópon külön lejátszási lista van. Persze, hát én is ugye teszem fel a kérdéseket. Idehoztam ezt a kis figurát megmutatni. Ez ugye járt a Tulonládához. Arról is, mert külön videó csatornában van, hogy egy nagy Tulonláda, úgy néz ki, mint a filmbeli, csak ugye pici, és abban benne van az első 10 rész, meg egy extra bónusz Blu-ray, és adtak hozzá egy figurát. Igazából kettő van, mert ugye ez dedikálva kéne, hogy legyen, pontosabban, ami dedikálva kéne, legyen a láda. De nekem az nem dedikáltan jött meg, de ezt el is mondom abban a videóban, és aztán Charles Bendy küldtek egy figurát, ami már dedikálva van, ott látszik a sarkon. Úgyhogy végül is jó fej volt, meg jól jöttem ki az egészből, csak azért furcsa volt, hogy kibontottam azt a nem túl olcsó ládát, és akkor forgatom össze-vissza, és nem találom rajta a dedikálás. Megnéztem, nem tudom, hány YouTube videót, és akkor mindenkinek ott volt, tudod, és nekem meg nem. És akkor, de végül sikerült úgymond leboxolni. Na de, Dávid, érdekelne, hogy még mielőtt belekezdünk az összes ismertetésébe, melyik volt a legeslegelső Puppet Master film, amit te láttál? És milyen hatása volt rád? Az első rész volt, amit legelőször láttam, és ez már legalább 15-16 éve, és amikor legelőször láttam, akkor nem tetszett. És aztán körülbelül 11 évvel ezelőtt álltam neki újra, újra néztem az elsőt, és akkor utána megnéztem az összes többi részt, ami akkor létezett, ami azt hiszem, hogy talán az első Axis-szel volt bezárva, tehát azt hiszem, hogy az első 10 film volt akkor még. És akkor sem nagyon tetszett, főleg amikor már eljutottam ugye a 7., 8., 9., 10. környékére, akkor meg pláne azt mondtam, hogy júj, ez nekem nem. És akkor még eltelt egy pár év, és akkor valahogy így átértékelődtek a dolgok, és amikor már harmadjára néztem meg az első 5 részt, amikor az AT Films kiadta őket, azokat megvettem Blu-ray-en, akkor már jobban tetszett. Akkor már úgy eljutott arra szinte ez a széria nálam, hogy akkor azt mondtam, hogy jó, ez igazság szerint nem olyan rossz. Na, ez végülis jó hallani. És hát akkor kezdjünk is bele az első filmnek belemerülni valamennyire egyébként. Az összes Puppet Master film az videóra készült, vagy streamre. Tehát hivatalosan mozi megjelenése még az elsőnek se volt, hiába van a Paramount Picturesnek a logója a legelején, házi moziba jelentették meg, sok ember pedig azt hitte, hogy mehetett moziba is. Mert egyébként a filmnek a minősége, bár 89-ben forgatták és 90-ben jelent meg, tehát nem látszik annyira szerintem, hogy nagyon olcsó lenne, vagy filléres, mert szerintem az első rész nagyon hangulatosan van megcsinálva, nagyon jók a stop motion effektek, jók a színészek, érződik, ezt még oda tennék a Empire filmekhez, azt mondanám, hogy oda is illene, mert ott még tényleg látszik ez a tenni akarása a minőség felé, és tényleg én azt mondom, hogy én ezt láttam én is elsőnek, TV2-n gyerekként, én 90-es évek vége, és ami örökre velem fog maradni, az pont az, amikor a Tunneler húrófejű az egyik ember kinyírja, hogy benéz az ágy alá, és megy felé. És ezt gyerekként láttam, és hát mondom, ezt imádom. És akkor ez úgy maradt meg, nekem meg ugye a piócás nő, tehát ezek így nagyon megmaradtak. Mert hát valamennyire, szerinted mennyire lehet ezt mondani, Dávid, egy Child's Play gyerekjáték ripoffnak? Szerintem nem, mert eléggé különböző azért a kettő. Igen, sokan annak mondják, de szerintem sem. Max az, hogy kis bábuk gyilkolásznak. Na de Dávid, érdekelne, hogy te, mint nagy horror rajongó, és igazából te mindenféle horrort szeretsz, hogy te szűrődön keresztül ez egy milyen film? Milyennek látod mai fejjel ezt a filmet? Gyilkos bábok első rész. Hű, szerintem emögött a film mögött van egy elég jó és érdekes történet, és elég nagy fantázia van mögötte szerintem, mert nagyon jól kitalálták ezeket a bábokat. Jó, mondjuk Jester talán nem annyira érdekes legalábbis szerintem, de Blade a kedvenc bábom, báb karakterem, szerintem őt nagyon jól kitalálták. Aztán ott van ugye Pinhead, ő is szerintem marha jó, a Tunneler, akit ugye említettél, ezzel a fúró fejjel, ahogy lehajol, neki szalad, neki megy az embereknek, és keresztül fúrja magát az embereken, marha jól ki van találva, de talán még Leech Woman a leg ötletesebb. Ugye ez a női báb karakter, és akkor elkezd felhányni piócákat rá az emberekre, ami mondjuk elég lassú halál, de gusztustalan halál. Úgyhogy szerintem elég szép fantázia van a film mögött így bábok szempontjából. A zenéje is nagyon jó lett, szerintem Richard Bent csinálta ugye Charles Bentnek a testvére, és
majdnem végig megtartották a szériában ezt a zenét, és szerintem tök jó lett. Ez a fő motivum az nagyon jól hangzik a filmben. A helyszín is jó szerintem, ez a hotel helyszín, és érdekes volt szerintem abból a szempontból is, hogy az elején ugye a második világháború ideje alatt kezdünk, és aztán ugrunk a jelenbe, és akkor vannak ezek a paranormális nyomozók, akik mindegyik ugye más és más képességgel rendelkezik, és akkor a hotelben úgy kezdenek el nyomozni a bábok után, meg az ott történtek után, ugye, hogy felhasználják ezeket a képességeket, és szerintem már emiatt is érdekesebb ez a film, hogy nem csak egy szimpla gyilkos, játékos, gyilkos, bábos filmet kapunk, hanem vannak benne mindenféle kis plusz dolgok. És hát benne van cameo erejéig Barbara Crampton is, ami megint csak egy pozitívum. És szerintem az első rész az összességében egy egész jó kis film lett. Igen, és Barbara Crampton majd az egyik részben vissza fog térni, ahol már rendőrnyomozó lesz belőle. Érdekes, említettel a zenéjét. Szerintem egyik legjobb horrorfilmes soundtrack, legalábbis ez a fő motívum. Annyira fülbemászó, annyira sejtelmes, hogy én szoktam dúdolni. Tehát imádom azt a zenét, fantasztikus. És szerinted ezek a stop motion effektek, amik a filmben vannak, ezek mennyire öregedtek jól, vagy neked mennyire nyelik el a tetszésedet? Számomra jól öregednek ezek az effektek. Egyáltalán nem mondom azt rájuk, hogy rosszak lennének, sőt, hát sokkal inkább nézem szívesebben ugye ezt még ma is, mintsem mondjuk, hogyha CGI-jal lennének megoldva ezek a bábok. És a Demonic Toys-nál pont megcsinálták a némely későbbi folytatásban a Full Moon-nál, hogy CGI-ok voltak ezek a játékok. Úgyhogy szerencsére itt a Puppet Master-nál ilyen azt hiszem nem történt talán egyik részben sem. Úgyhogy itt ezek a stop motion trükkök, meg az összes többi trükk is igazából jók lettek az effektek szerintem ebben a filmben. A Blade Iron Cross-ban talán egyszer elkaptam, hogy Blade-et megcsinálták CGI-ja. Úgy tűnt az egyik jelenetnél, hogy úgy ment. Aha. Egyébként érdekes, hogy említetted a Jester-t, hogy számodra nem annyira ötletes. Úgy, nekem egyébként úgy tetszett, hogy olyan sejtelmes, hogy pörög ugye a feje, és mindig más arca jön ki. Igaz, hogy nem gyilkol. Csak arra jut eszembe, hogy van egy amerikai youtuber, és az a neve egybe van írva, Jester Mikey. Hát az egyik legbizarabb YouTube-os ember, akit valaha láttam, én kételkedek, hogy épp elmélyül vagy a csávókám. Be van öltözve, úgy, mint a Jester, tehát rajta van ez a bohóc, vagy udvari bolond sapka, mert minden arcát nem mutatja. Mert én nagy Full Moon mániás, mindent megveszem, ami Full Moon, tehát szerintem ilyen Kickstarter, meg Indiegogo, minden. És én eltorzított hangon beszél, és mindig megmutatja, hogy éppen mit vesz. És sokszor még csinál én elég kínos ilyen filmszerű jeleneteket is, de ezt igaz látni kell, tehát ajánlom, hogy aki picit is meg akarja nézni Jester Mikey, nézen utána, én fel vagyok rá iratkozva, de nagyon bizarr az egész, amikor nézem, hogy hát ez a hapsi valójában ki vagy mi lehet, nagyon, nagyon furcsa, mint hogyha kicsit kattant lenne. Te Dávid, az első része 10 pontból mennyit adnál? 6,5. Hú, tényleg? Hoppá, az elsőre 6,5 adták, hogy kíváncsi leszek, hogy a többire mennyit hozhat. Van olyan rész, ami ennél jobban tetszik? Igen. Oké, van tippem. Úgyhogy, hogy melyikek. Jó, hát én erre adok egy 8-ast. Én szeretem ezt a filmet nagyon is. Imádom ezeket a bábukat benne, tehát brutálja meg vannak csinálva, és tényleg nem egy van benne, hanem tényleg jó pár, ami jól néz ki. És még továbbiakban még lesznek még egyéb bábuk is, az már más kérdés, hogy mennyire lesznek azok jó. Na de, hatalmas siker lett a házi mozis piacon az első rész, sőt, még erre is rá van írva, hogy a sláger filmszéria alapján a bábú, mert tényleg amúgy a VHS piacon hatalmasat döngetett a film, és hát szerintem a mai napig egyébként a Charles Band ebből él, tehát ebből a szériából, azért csinált már 15-öt belőle. És jött a második rész, aránylag egész hamar, és sőt, nagyon hamar. És hasonló a minősége, tehát viszi tovább ugye az elsőnek a sztoriát, de belejön egy új karakter. Van egy nagyon ikonikus jelenet már a filmnek a legelején, ami hát Tulonnal kapcsolatos. Itt a sírból a kikerésre gondolok. Úgyhogy erre kellene, Dávid, hogy te hogyan látod ezt a második részt neked? De mennyire nyelte a tetszéset, hogy picit más irányba vitték szerintem, mint az első? Hát igen, a második rész, amikor legelőször láttam már, akkor is picit így furcsább volt, mint az első.
Ugye tudom, visszatér, feltámasztják őt a bábok, és egyfajta ilyen láthatatlan ember jutott róla eszembe, ahogy végül is, ahogy fel van öltözve. És ugye sokkal többet megismerünk itt belőle, kapunk egy flashback jelenetet is, ha jól emlékszem, tehát egy kicsit belemegyünk a múltjába is. És totál zakkant, őrült karakternek ismerjük őt meg ebben a filmben, aki ugye fel akarja támasztani a rég elhunyt szerelmét. Ugye a helyszín az megint csak a hotel, illetve ezúttal is paranormális nyomozók vannak a főbb szerepekben, a főbb karakterek ugye itt a hotelben nyomoznak a bábok után, meg az első részben történtek miatt is. Szerintem gyengébb, mint az első rész, de nem sokkal. A bábok ezúttal is nagyon jók lettek, ugye jön egy új báb, hogy hívják, Torch, aki ugye lángszott van a egyik karjának a helyén, és az is marha jó. És ez a rész egy picit talán jobban slasheresebb, mint az első rész. Mondjuk én igazság szerint slashernek mondanám az egész szériát, de itt sokkal jobban átjön ez a slasher hangulat, főleg amikor azt a idős párt megölik például, és akkor gyűjtik ott a agy darabkákat, meg minden, ez egy érdekes részlet. Igen, és érdekes, hogy a Leech Woman, a piócás nőt, ki kellett írni ennél a résznél, mert szólt a Charles Bennek, hogy ez túl brutális, hogy ezt szedjék ki. Ami furcsa nekem, később visszahozzák szerencsére a sorozatba, de szerintem pont, hogy egy olyan ikonikus alak annak a szériának, hogy pont nem kéne kiszedni. És mi a véleményed a karakterekről? Tehát itt arra gondolok elsősorban, hogy van egy főszereplő hölgy, akinek a testvérét kinyírják. Szóval Tanner nyírja ki. És rá fél órára vagy egy órára ágyba kerül egy vadidegen hapsival, aki számára vadidegen abba. Tehát az ilyen karakter változásokra a filmben mi a véleményed? Igen, ez is egy érdekes pontja a filmnek, hogy meghal a testvér, és aztán betolják, aztán a hűtőbe letakarják, és ott hagyják, és nem szólnak a rendőrségnek se. Szóval, és utána tök jól érzi magát a nő, mint hogyha mi sem történt volna, nyomoznak tovább, összejön ezzel a idegen hapsival, aki megérkezik a hotelbe. Szóval igen, itt érdekesen vannak megírva a karakterek. És neked olyan tetszett ez a picit tónusváltás, mert nem azt mondom, hogy realisztikus volt az első, mert nem, mert azért na, csak gyilkos bábuk vannak benne, meg ilyesmi, de hogy ez a Toulonnak a feltámasztása, kicsit belevitték inkább ezt a mágiát, meg ilyesmi, neked ez mennyire feküdt ennek? Én elfogadtam. Végülis, hogyha az egész szériát nézzük, akkor elég sok minden van benne. Ugye itt ugye az első részben is ezek a paranormális nyomozók, akik ugye látják a jövőt, meg látomásaik vannak, meg minden, és akkor itt is ez a mágia-szerű dolgok, ugye a feltámasztása, aminek ugye fontos szerepe lesz később is, sőt később kapunk még múmiáktól kezdve, zombik, tehát mindenfélét, tehát ebben a szériában nagyon sok mindent belevittek. Igen. Egyébként egy kis zárójeles megjegyzés az én véleményem. Itt a Puppet Master 2-ben vannak a legjobb mellek az egész szériában. Itt van egy nagyon szép nőben, mert tényleg csak néztem, mondom, az igen. Úgyhogy amúgy külön tetszik ezekben az első három részben, hogy olyan gyönyörű színek vannak a filmben. Tehát látszik, hogy filmre vették az egészet, és tényleg így kipattannak a színek a vászonról. Szerintem nagyon szép színeket használtak. Hogy érzed ezt? Igen, jól néz ki a film. Tehát igazi szép zöld, szép kék, szép szürke, gyönyörű, szép színes a film. Nem úgy, mint mondjuk eljutunk az Extermination-ig, meg ilyen különböző filmekhez, a műszínektől kezdve minden, ami létezik, különben egy bábszínház, mint egy-két film. Úgyhogy összességében te mit mondasz erről? Hány pontot adnál a második része, és hogy méltó folytatásnak érzed az első részhez képest? Lehet, hogy elvihették volna esetlegesen másabb irányba a történetet, de szerintem ez is egy egész normális folytatás. Én egy 6 pontot adnék rá. Aha, 6 pont. Erre, mert elsőttem 8-at, erre én is 6-ot adok. És illetve még, amit külön megkérdeznék, hogy ugye magyarul gyilkos bábok a filmnek a címe. És egyébként bábjátékos lenne lefordítva, hogy a magyar címéhez nézzük, hogy gyilkos bábok. Szerinted mennyire realisztikus ez a cím, hogy mennyire véres ezek a filmek, mennyire górosak ezek a filmek? Van olyan rész, amire illik ez a cím, sőt, hát igazság szerint mindegyikre rá lehet mondani, csak
megváltoztatják egy picit itt a dolgokat, mert ugye van olyan rész, sőt az részek többségében a bábok jó karakterek. Itt az első kettőben még ugye igazság szerint rosszak voltak. Mentek és gyilkoltak igazság szerint mindenkit. Nem válogattak. És utána később meg már inkább jó karakterek lesznek, ugye attól függ, hogy ki irányítja őket, hogy ki a bábmester. Szerintem azért van benne bőven elegendő vér meg gór. Jó, és utána jött 1991-ben a harmadik rész, ami egy prequel, tehát előzményfilm. És itt jönnek itt a kronológiai gondok a szériába, tehát itt kezdődök már el, tehát hogy az előzmény később játszódik, mint az első két film. Tehát itt nagyon nem figyeltek az idővonalra, de az egész szériára jellemző sokszor, hogy nem igazán kell rációt keresni. Ezt a filmet David de Cotto rendezte, aki egyébként Charles Bennek egy ilyen bérmunkásos, nem bántásban mondom, sűrűn felbérli, hogy filmeket rendezzen neki, nem tudom, egy tucat full moon filmet csinált már. Ért ez az ember ahhoz, hogy tényleg pillérekből hogyan csináljon filmet. És még később is előkerül a szériában az úriember, nem csak itt. Egyébként, akkor gyerek voltam, volt egy film, amit nagyon sűrűn megnéztem, a David de Cotto rendezte, a Dr. Alien című, hát vígjáték volt, de volt benne egy ilyen UFO fejű nőt, Dr. Zenobia, és el is sűrűn megnéztem azt a filmet annak idején, igaz ilyen B-kategóriás feelingje van, de nagyon szerettem kölyökként, szívesen megvenném egyébként Blu-ray-en, hogyha lenne, de majd egyszer. Úgyhogy Tulon bosszúja a filmnek az alcíme. Érdekes, hogy van benne egy ilyen híresenek mondható színésznő, akinek a neve nem jut az eszembe, de Superman 2-ben volt a Zord-tábornoknak a csatlósa. És ő játsza benne Tulonnak a feleségét. Úgy furcsa, hogy egy ilyen hatalmas blockbuster, mint a Superman 2-ből lement egy ilyen hát B-kategóriás filmbe, hát eltelt az idő, meg minden. De pont az extrák között mondja a Blu-ray-en, ami nekem van meg, hogy hát csak azt reméli, hogy a bábuk nem kapnak több fizetést, mint ő. Én gondolom, hogy nem kapott túl sok pénzt. Te, Dávid, hogyan látod a harmadik részt, mint egy előzményfilm neked? Mennyire tetszik? Én a harmadik részt egy Horror Block nevű meglepetés dobozban megkaptam DVD-n, ez az amerikai kiadás, és aztán ezt követően egy-két éve vettem meg a Blu-ray-t, úgyhogy az első rész mellett a harmadik volt az, amit a legtöbbször láttam. Szerintem ugye a Puppet Master, ha a teljes szériát nézzük, össze-vissza ugrál az időbe állandóan. És ugye a harmadik rész csinálta ezt meg először, hogy visszaugrunk az előtre, ami ugye az első résznek a legelején történik. És hát igen, ott kiírják, hogy 1939-ben játszódik ugye az filmnek az eleje, itt meg kiírják, hogy 1941-ben járunk, viszont André Tulon még él. És ugye az első rész legelején tudjuk, hogy öngyilkosságot követel. Úgyhogy nem figyeltek oda egyáltalán itt a szériánál a kronológiára, legalábbis az évszámokra, hogy akkor most mi mikor játszódik, de ez egyébként nem csak itt az évszámokba figyelhető meg, hanem más dolgokba is, majd felírtam magamnak valamit, azt majd később említem. Szóval itt kezdték el egyre jobban erősíteni ezt a második világháborús náci vonalat, ez ugye elég fontos szerepet kap a szériában. Az első rész elején épp csak megmutatták, és most az egész harmadik részt erre ráírták. Mint előzményfilm szerintem teljesen jó lett. Megmutatják André Tulonnak a múltját, itt is kapunk egy pár flashback jelenetet. Ugye kiderül, hogy Blade karakterét például hogy csinálta. Ezek azért érdekesek voltak, viszont ami furcsa volt számomra nagyon, hogy André Tulon egy teljesen szimpatikus és pozitív karakter ebben a filmben. Ahhoz képest, hogy a másodikban jó, az elsőben nem tudunk meg valószínűleg semmit, de a másodikban totál zakkant gonosz volt. Most csak azért, mert ott feltámadt, és már nem emberi lény, most nem tudom, mert nem nagyon magyarázzák ugye meg. De itt egy pozitív karakter, aki ugye elkezd bosszút állni a nácikon. Szerintem összességében ez simán a jobb részek közé tartozik, valószínűleg ezért is van az, hogy a Full Moon ezt adta ki először 4K-ban. Meg külföldi csatornákon is már sokszor hallottam azt, hogy sokan jobban szeretik, mint az első részt. Pont ezt akartam kérdezni tőled, hogy ugye nagyon sok rajongónak ez a kedvence a szériából. Te ezt megérted, vagy látod, hogy szerinted ezt miért szeretik annyira az emberek? Igen, szerintem egy teljesen szórakoztató film, normálisan össze van rakva, érdekes a sztoria is. Szerintem simán ott van az első résznek a szintjén. És mi a véleményed, de egy új karakter belépett, a Six Shooter? Ő szerintem egy tök ötletes karakter, ő is. Ugye hat karja van, hat pisztoly, össze-vissza lövöldöz, tök jó, hát szerintem ő is. Meg
Érdekes, hogy hangokat ad ki, sokszor nevet, ugye, amikor lövöldözik, csak hogy hát nincsenek hangszálai, ami érdekes, de hát mondjuk sok minden betudható a Huncut Tulonnak, a kis szérumának. Egyébként igen, említetted a második részt, hogy a múltjában betekintettünk, hogy Egyiptomból szerezte meg ugye ezeket a kis dolgokat. De hát na, furcsa, mert aztán na, majd eljutunk a Retro Puppet Masterig, ott meg teljesen más dolgok vannak kitalálva, de mindegy is, azaz majd eljutunk oda is. Ugye ezt a harmadik részt, ezt tényleg nagyon sokan a kedvencüknek tartják. Volt idő, hogy én is úgy éreztem egyébként, hogy jobb, mint az első. Én is ezt láttam talán a legtöbbször egyébként, ezt a harmadik részt. Nagyon tetszett, hogy a múltjában hogy ment bele a bábuknak a Tulon, és tényleg tök frankó meg van csinálva, hogy tetszik, hogy odaver a náciknak. Vagy nagyon rendesen meg van csinálva, hogy például az egyik ilyen hadnagyot, pont a Six Shooter szétlövi, ugye, kirepül az épületbe, meg ilyenek, azok szerintem baromi frankó ötletek egyébként végig, és sajnálom, hogy nem ezt folytatták, mert a vége az ugye úgy volt befejezve, hogy elutazik ugye Tulon egy kisfiúval, aki ugye hát árva lett, mert a szüleit megölték a nácik. Szerintem tök jó lett volna, hogy innen folytatták volna ezt a szériát, és nem úgy, ahogy majd eljutunk mindjárt oda is. Úgyhogy másik részről, tele van az a film stop motion-nel. Nagyon sok van benne. Talán ebben a részben van a legtöbb stop motion effekte. Ebben a filmben is szereted ezeket az effekteket? Igen. Jól néznek ki, szerintem megcsináltak valamelyesen. Igen, itt nagyon látszott, hogy ebbe tényleg pénzt fektettek szerintem ebben a részben. Hány pontot adsz rá? Annyit, amennyit az elsőre, 6 és felett. Én erre adok 7-et. Az első 8, második 6, ez 7. Erre 7-et adok. Tényleg ez is egy frankó rész. És itt jön egy érdekes dolog, Puppet Master 4. és 5. része, amiről valamilyen szinten lehet egyszerre is beszélni szerintem, mert de inkább beszéljünk külön-külön. Na most ezt a két filmet ugyanaz a rendező csinálta, Jeff Burr, az úriember neve. Na most, én nekem baromi szimpatikus ez az úriember, ez a Jeff Burr, mert hát ez a tipikus esete egy rendezőnek, hogy még az ág is húzza. Tehát, hogy az egész karrierje szegénynek tele volt, egyik fiaskóból lépett a másikba. Gondolok itt a texasi láncfűrészes harmadik része. Tehát ugye ezt ő rendezte, ez Jeff Burr, és ugye volt, hogy kirúgták a forgatás közben a texasi 3-nál. Hát ő úgy is volt, hogy akkor jó, hát akkor ki van rúgva, de erre visszamentek hozzá, és újra felbérelték, mert nem találtak mást, aki befejezze a filmet, mert senki nem akart egy félkész filmet ugye továbbvinni, hát senkinek nem tesz jót a karrierjének egy ilyen. Aztán ugye befejezték a filmet, de a végét csak megváltoztatták, ő a moziba látta elsőnek a végét, hogy mi is lett a saját filmjének. Szóval ő egy elég érdekes karrierrel rendelkezett egyébként, és szeretem a Texasi 3-at, meg főleg, amit nagyon szeretek, az a Pumpkinhead második része, amit ő csinál. Azt szerintem egy baromi jó kis Pumpkinhead film. Te mondjuk ezekkel hogy állsz a Texasi 3-mal és a Pumpkinhead 2-vel, Dávid? Kedvelem mindkettőt, de a Pumpkinhead-nél azért sokkal jobb szerintem az első, de kedvelem a második részt is, meg persze a Burk of Fire. Igen. És ez az úriember kapta meg azt a megtisztelő feladatot. Baromi jó, mert ezeken a Blu-ray-eken legalábbis, ami nekem van meg, szerintem valószínű ugyanazon a télen is azok az extrák. Ott elmondja, hogy hát, rohadt jó, mert nem mosolyog közben, de ilyen szarkasztikusan elmondja, hogy beállított neki Charles Band egy ekkora forgatókönyvvel, így 1500 oldal volt, hogy mennyi, és nézte, hogy ez micsoda, és mondta, hogy az egész sztorinak semmi értelme nem volt. De amúgy kicsit érződik is ezeken a filmeken, hogy nagyon figyelni kell, hogy miről is szólnak ezek a filmek, mert így engem egy kicsikét így lefárasztott, amikor néztem, hogy ez Jézus Máriám, hogy ez mégis mi akar lenni. És mondták neki, hogy csináljon két filmet abból az egy forgatókönyvből. És egyébként baromi őszinte csávó megmondta, hogy a két filmből kéne egyet összevágni. Hogyha csinálhatnának egy olyan verziót, mert akkor lenne tényleg egy feszes, tényleg jó kis film. Így meg a negyedik részben van a sztori, az ötödikben meg inkább az akció, meg a negyedikben is van. Na de Dávid, de hogyan látod a Puppet Masternek a negyedik részét, illetve ezt a démonos, túlvilági dolgot, hogy Tulonnak el akarják lopni a titkát ezek a huncut kis démonok? Hát igazán behozzák a sztoriba a démonokat, meg az ősi isteneket. Ugye Sutek az ősi isten, akitől Egyiptomban ellopták ezt a titkot, hogy hogyan lehet feltámasztani
élőlényeket, meg dolgokat, és André tudom valahogy megszerezte, ezt ugye majd később megtudjuk, hogy hogyan, és aztán vissza akarják szerezni, és ki akarnak nyírni ezek a démonok mindenkit, aki tudja ezt a titkot. A démonokkal, meg az ősi istenekkel nem volt problémám igazság szerint, elfogadtam, de itt már sokkal inkább átmegy a film abba az irányba, ahol még pozitívabbak ezek a báb karakterek, ugye a démonok ellen harcolnak, ugye azok a rosszak, megint a hotelben játszódunk, ugye ez megint folytatás, tehát a jelenben vagyunk, és valahogy olyan könnyedebb stílusa, hangulata van ennek a résznek, mint az eddigieknek, amit talán egy picit kevésbé tetszett, viszont ugyanakkor szórakoztatnak talán ezt a részt. És te ezt a filmet nem érezted egy kicsikét alacsonyabb költségvetésűnek az első háromhoz képest? Lehet. A báboknál például, talán itt a negyedikben, az ötödik részben lehet legjobban látni, nagyon egyszer-kétszer később is, hogy a madzagokat, amivel mozgatják őket. Sokszor észre lehet venni. És hogy nagyon kisporolták a stop motion-t, ami pont az első háromnak ugye fontos eleme volt, itt alig-alig kapunk stop motion-t. Itt a negyedik, ötödik résznél, sőt, akkor van ez a démon bábú, hát kapartam a fejemet, hogy annyira látszik, hogy valakire rádobnak egy ilyen bábút, és ez meg ugye küzdködik úgy vele, próbálja az autóba meggyilkolni az egyik karaktert, hogy jaj, ne bántsa, mint a szegény Lugosi, amikor a polip támadott a Bride of the Monsterbe. Tehát majdnem olyan szinten volt ez a film, és ugye van a folytatása az ötödik rész is. Ugye a negyedikben még volt ez a, próbáltak ezt a sztorit ugye felépíteni, hogy mégis miről szól ez a két epizód, mert ugye tényleg a negyedik és az ötödik az nagyon szervesen egymáshoz tartozik, és az ötödik az meg inkább egy ilyen non-stop akció szerintem a negyedikhez képest. Ezt hogy látod? Hát én azt látom ezen, hogy szerintem itt már kifogytak a szuflából, meg az ötletekből az ötödik részre, és sokkal inkább érzem erőltetetnek az ötödiket, mint a negyediket, és még talán lassúbbnak is, mert nagyjából ugyanazt kapjuk, mint a negyedikben, csak szerintem kevésbé érdekes, kevésbé szórakoztató elkészítésben. Nekem az ötödik kevésbé tetszik, mint a negyedik. És ha már az ötödik résznél tartunk, neked mennyire tetszik ez a vonal, amit az ötödik képvisel, összehasonlítva az első hárommal? Tehát jönnek a démonok, a szutekék, meg minden, és ott van a másik három, ami inkább túlodnak a kis története, ugyebár meg a kis bosszú hadjárata. Túlod, itt is behozzák, az is érdekes egyébként, hogy behozzák ebbe a két filmbe. Na de mindegy, nekem az első kettő résznél szerintem az jobban tetszett, amikor jöttek a bábok, gonoszak voltak, és akkor gyilkolták a mindenféle embereket. Aztán a nácis vonal az már kevésbé tetszik, főleg a végére szerintem már túl sok filmbe foglalkoztak a nácikkal, és az már úgy kicsit unalmassá vált szerintem. És az összes közül még talán ez a démonos vonal tetszik a legkevésbé. Főleg a részbe. Igen, nekem is olyan erőltetett egyébként ez a démonokkal, hogy összecsapnak a gyilkos bábok. Na, és ugye a szereplőgárda, az arról mi a véleménye? Hát végül is úgy, ahogy szimpatikusak ugye a fő karakterek, a főszereplő. Ugye vannak többen is, akik visszatérnek az ötödikből, a negyedikből, de például az egyik színésznő az ötödikben szinte végig csak egy ágyban fekszik, és semmit nem csinál. Tehát úgy nem tudom, hogy érdekes volt. Szerintem jobb karakterek vannak mondjuk az első részben, meg még talán a másodikban is, meg a harmadikban is. Értem, és de érzed azt ezen a filmen, hogy egy katyvasz forgatókönyvből készült, és próbál a szegény Jeffből valami érthetőt kihozni belőle. Neked mennyire érthető ez a két sztori, ami eddig ötödik részben van? Tehát mennyire van értelme számodra? Szerintem van értelme, tehát meg azt a keveset, ami értelem van benne, azt meg lehet érteni, de valahol azért érződik rajta, igen, hogy problémás. És akkor, ha itt tartok, hány pontot adnál negyedikre, és hány pontot az ötödik része? A negyedikre 5,5, az ötödikre pedig 5. Na érdekes, hogy annyira nem csökkennek a pontszámok nálad, mint amennyire a minőség szerint. Ha már 6,5 adtál az elsőre, meg a harmadikra. Hát igen, problémásak. Hát én is a negyedikre adok 5,
az ötödikre meg szerintem már ilyen 4,5, az már nekem is ott megfáradtam már. Tehát amikor néztem, főleg így egymás után ezeket a filmeket, már picit már fájt is a fejem, mert nagyon-nagyon egyforma negyedik meg az ötödik rész. És itt jön, itt érdekes, hogy volt 4 év kihagyás. Mert érdekes, hogy pont néztem, hogy leforgatták a negyediket, és eltelt egy kis idő, mire kijött az ötödik rész. És ott volt valami financiális probléma, nem tudták befejezni az ötödiket. Aztán befejezték, és kijött. Na de, jött a hatodik rész 4 év kihagyás után, ami igazából borzalmasan soknak tűnik a Full Moon-nak az idő számításában, hogyha most megnézzük, miközben évente, meg fél évente jönnek ilyen filmek. És ez a bábjátékos bosszúja, a Curse of the Puppet Master 1998-ban, a visszatért David DeCotto, aki a harmadik rész rendezte, és majd a későbbiekben még mást is rendezett ez az úriember. Ez nem egy egyszerű film szerintem, ez ilyen kettősséget áraszt bennem. Igazából egy, hát most így nem bántásban, egy ilyen autista sászról szól ez a film, akit egyfolytában bántanak az ott tanyázó fiatalok, aki összejön ugye egy fiatal lányal, akinek az édesapja tehetős, és ugye előkerülnek a kis bábok is ebbe a kis sztoriba. De Dávid, érdekelne, hogy hogyan látod ezt a filmet, mert én már ki fogok térni egy-két dologra, igazából a végével kapcsolatban. De érdekelne, hogy te hogyan látod ezt a filmet? Illetve te hányszor láttad ezt a filmet? Én az első ötöt, hogy azt az ATC News kiadta, ugye azt korábban vettem meg, mint a későbbi részeket, úgyhogy azokat láttam többször. A hatodik résztől kezdve mindegyik részt most láttam másodjára, vagy először. És úgyhogy a hatodik részt azt most másodjára. Ugye ezt 11 éve láttam legelőször és utoljára. És akkor most újra. És hát itt megint a kronológia itt kicsit problémás szerintem, mert ugye a második rész, ahogy véget ér, azt nem folytatják, nem tudjuk, hogy utána mi történik. És aztán a negyedik részben, ugye hogy jutottunk el a másodiktól a negyedikig, az sehol nem derül ki. Az ötödik után meg hogy jutunk el oda, ahol most a hatodikban vagyunk. Szóval ez is egy kicsit furcsa. Bár egyébként néztem a Wikipédián, ott van egy ilyen lista, ott levezetik, hogy hogy jön a kronológia, és hogy elvileg a hatodik rész az első kettő között játszódik, a Wikipédia szerint. Ez nem tudom, a filmből nem derült ki számomra, úgyhogy fogalmam sincs. De mindegy. Itt kicsit furcsának éreztem a karaktereket ebben a filmben. Nem érzem azt, hogy a lány ugye a valóságban nagyon összejönne egy ilyen sráccal, és nem tudom, valahogy az egész film furcsa volt szerintem. A történet az mondjuk érdekes, tehát ez hogy itt hogy akarják létrehozni ezt az új bábot, illetve hogy ugyebár aki csinálja ezt a bábot, hogy ő vele mi történik aztán a film végére. Szóval érdekesnek találtam egy picit a sztorit, de ugyanakkor rettenetesen lassú az egész, és nagyon a filmnek a végére indulunk be sokkal jobban, illetve nagyon érződik ezen a filmnek David DeCotto-nak a stílusa. Úgyhogy nem tudom, ez egy gyenge részlet szerintem. Itt én mire gondolsz a David DeCotto stílusával kapcsolatban? Hát, hogy ez a rendező homoszexuális, és nagyon sok filmjében megfigyelhető az, hogy szeret férfi színészeket filmesztelenül mutogatni nagyon hosszú ideig, és itt például az egyik gyilkosság a súlyzósra gondolok. Ugye úgy történik, hogy a kamera nagyon sokat elidőzik a férfi színésznek a széttárt lábain, és akkor talán pont ott megy be neki, úgyhogy na mindegy. Igen, és ugye neked is az a Blu-ray van, mert még nekem szerintem, vagy így láttam. Igen, ugyanaz, és ugye már bizonyos részei ennek a filmnek ugye megsérültek le, annyira, hogy olyan beta-cam-ről lettek, ugye ezek beszkennelve, és ugye ezt nem is tudták teljesen feljavítani. És pont van egy gyilkosság, amikor szem Blade gyilkol, ami szerintem tök jó lett volna, végre valami jó kis jelenet lenne, és pont az sérült meg. Tehát ezt nem is értem, hogy pont erre miért nem lehetett úgymond figyelni. Tehát egyébként a főszereplővel, aki ez az autista srác, aki ilyen asztalos tehetség egyébként a filmben, mennyire tudtál együtt érezni, hogy bántják ott a benzinkútnál folyamatosan, amikor ő dolgozik, te mennyire tudtál együtt érezni ezzel a karakterrel? Azt szerintem úgy működött benne, úgy átjött. Bár én egyébként nem éreztem őt autistának, csak egy ilyen visszahúzódó
csendes karakternek, de szerintem az úgy picit talán hatásos volt, de sok más filmben szerintem megoldották jobban is ugyanezt a sztorivonalat. És hát itt ugye felejtsük el a stop motion-t, itt már nem volt pénz, tehát itt egy zero stop motion van. Egyszer-kétszer alatt látni, mint hogyha tolnánk őket valami szerkezettel, igazából bábukat, mikor mennek, úgy látszik, hogy a kezüket mozgatják őket, mint hogyha így bennének. Neked a hangulat átjött ennek a filmnek egyébként? Az atmoszférája? Ezen a kis erdős helyszínen, ahol játszódott? Nem igazán. Nekem egy picit ugye a negyedik, ötödik után megmondom, hogy arra akarok kiukadni, felüdülés volt. Tehát, hogy ez a démonos, szutekes fagyfasztori után nekem egy picit az egyszerűség úgy tetszett igazából, hogy van ez a kis minimális love story, amit egyébként erőltetettnek éreztem, majd te is mondod, hogy nem igazán valósághű ez a love story része. Úgy tetszett ez a helyszín, ahol játszódott az egész, meg egyébként nekem valami szinte tetszettek volna a gyilkosságok is, csak pont ez van, hogy megsérültett az eredeti kópia, és pont egy-két gyilkosság, ez a nesze semmi fog meg jól, illetve még ki akartam lyukadni a filmnek a legvége, mert ugye a főszereplőt tanknek hívják, mint egy tank, és nem spoilerezünk, valami történik vele a film végén. De akkor történik valami a film végén, a főgonosztal, és mint hogyha elvágták volna a filmet, és jön a stáblista. És nincs befejezve a film, tehát nincs befejezve, mi történik ott a végén a főszereplővel, a főgonosszal, és akkor azt hittem, hogy a hetedik részben, amikor ugye nem tudtam, miről szól a egész széria, hogy folytatni fogják, vagy ki lesz írva, hogy folytatjuk. De nem folytatták. Tehát a mai napig nem tudom, hogy mi lesz a folytatása, és megnéztem még audio kommentárral is a filmet, amit a David DeCotto csinált, hogy hát, ha ott kiderül, hogy miért nem fejezték be, elfogyott a pénz, hogy olyan megindokolják, de nem. Tehát nincs megindokolva az egész. Tehát ott csak beszélnek, hogy ezért jelent erről szól, azért arról szól, amelyiket mi is meg tudjuk ezt mondani, mert nézzük a filmet, tehát tudjuk, hogy miről szól. Csak erről beszélnek, semmi arról, hogy hát figyeljetek, nem tudtuk befejezni, mert nem volt elég pénz, vagy hogy kifutottunk az időből, vagy nem értek rá a színét. Semmit, nem mondanak semmit. És akkor, hogy kicsit olyan csalódás nekem ez a film, mert szerintem lehetett volna jó is, de pont ezért nem lett az, mert befejezetlen az egész is. Én nem sok ilyen filmet láttam még, hogy így néznéd, és akkor vége van, és nem tudod meg, hogy folytatják. Illetve a többi részben ezekről a karakterekről, mint a Tank, semmi, tehát ennyi. Ebben a részben volt benne, és többet nem lesz a többiben. Úgyhogy lehetett volna jó is, de elszalasztották szerintem. Bár itt azért érződött a nagyon kevés pénz, tehát itt az a stop motion, hogy teljes hiánya az azért abszolút látszódik, de még nekem elején tetszik. De ez a jeleneteket tetszik, Dávidem, az erdőben van, hogy valaki egy bábút el akar égetni. A legelején a filmnek is villámlik, meg vihar van. Azt tetszett az a jelenet? Az végül is igen, ott úgy megvolt a maga hangulata talán egy kicsit. Igen, én is úgy voltam, ott működött az atmoszféra, meg úgy nekem az nem is volt gondom csak ezzel. Te hány pontot adsz rá, Dávid? Én erre a filmre egy 4 pontot adnék. Egyébként én nem biztos az egyébként, hogy akartak volna még bármit is csinálni ott a végén. Tehát igaz, hogy nagyon hirtelen van vége, de végül is történik valami ugye a főgonosszal is, meg ugye a fő karakterünkkel is, és lehet, hogy szimplán csak hatásosnak akarták azt a jelenetet, hogy hú, hirtelen vége van, és akkor most ennyi. Hát nem tudom. Most így hirtelen eszembe jutott egy ilyen nem hasonló megoldás, vagy nem hasonló, csak hogy ott van Argentónak a 9 farkú macska, tudod? És ott a végén történik, ami történik a gyilkossal, lezuhan valahová. És ott a stáblistán halljuk az üvöltését, ugye a halálhörgését a gyilkosnak. Hát szerintem a zseniális az a megoldás, az úgy fantasztikusan van megcsinálva, az tényleg ott tűz is letaglózó. De ez, hogy történik, ami történik, és akkor jön a stáblista. Tehát, na mindegy. Akkor 4 pontot adtál, én adtam ugye 4,5 az 5-re, 5-5 a 4-re, erre adok egy 6 pontot, mert valahol elkapott engem az atmoszféra. Tetszett ez a kis helyszín, ahol játszódott, meg csöndes volt, meg a negyedik, ötödik rész után szerintem felüdülés. De hát nem vagyunk egyformák. És itt jön Dávidnak az egyik kedvenc része, a Retro Puppet Master, a hetedik rész 1999-ből, aminek külön érdekessége újra David DeCotto csinálta ezt a filmet, mint hogyha jó, a harmadik rész az tényleg jó. De hogy a
hatodikat, hogy mit csinált, meg ezzel aztán, és még ez nem az utolsó Puppet Master film, amit csinált, tegyük hozzá. Itt az volt a zseniális világ megváltó ötlete Charles Bennek, hogy a gyerekeknek szeretne egy Puppet Master filmet csinálni, ami abszolút zsákutca szerintem. Aki lát az első hatot, az nem kíváncsi egy gyerekfilme szerintem. Aki meg megnézi, tehát kinéz meg egy sorozatnak a hetedik részét, jó, hát Retro Puppet Master a címe. Tehát ez melléfogás, mert azt várnánk, hogy gyilkolnak ezek a bábuk, meg valami, de helyre kapunk egy ilyen nagyon katyka sztorit, amit majd Dávid el fog mesélni. És feltűnik főszerepben Greg Sestero filmben, aki a The Room című film, ami sokan ugye a világ legrosszabb filmjének mondanak, hogy abban futott be hatalmas karriert az úriember, ezután a Retro Puppet Master után. Hát Dávid, tér ki ennek a filmnek a sztoriára, már amennyit meg tudsz belőle fejteni. Ha, és hogy neked mennyire tetszik ez a rész? Retro Puppet Master, szóval ez a film a harmadik részt folytatja, de úgy, hogy egy pár percig, és aztán visszaugrunk még korábbra a múltban, tehát lényegében itt indul el az egész sztori. Itt tudjuk meg azt, hogy André Toulon hogy keltette életre legelőször a legelső bábjait, hogy hogy került a birtokába ez a tudás, ez a hatalom, ugye Egyiptomból. Ahhoz képest nem Egyiptomban játszódik a film, hanem Svájcban, azt hiszem, vagy Franciaországban. Franciaországban, igen, az elején játszódik svájci határ mellett, és aztán Franciaországban a múltban. Szóval Sutek ismét a főgonosz, ezúttal démonok helyett mumiákat küld mindenki után, aki ismeri a titkot, és ezek a mumiák egy idő után már nem mumiaként néznek ki, hanem furcsa emberekként. És szerintem ezek a retro bábok jók lettek, tehát egyszerűen a dizájnok. A történetnek van egy-két érdekesebb eleme, de az a helyzet, hogy szerintem minden más szempontból ez a film rettenetesen borzalmas. A színészkedés például, aki a fiatal André Toulont játsza, az röhelyes, az borzalmas az ember. Nagyon rossz. Akkor a filmnek a zenéje is teljesen más, amit nem értek, nem jó, nem tetszett, és akkor PG-13-as korhatárbesorolása, nincs benne egy csepp vér sem. Tehát ez mi, kérem szépen, ez nem jó ez a film egyáltalán. Igen, de azért Greg Sestero azért befutott egy jó karriert a Roomba. Hát, igen, tehát itt aztán tényleg mellőzik a zenét, amit nem értek, miközben ez a varázs ennek a szériának egyébként, hogyha nem lenne a zené a szériának, tehát fantasztikus a zene, amit Richard Benn csinált hozzá, és teljesen kukázzák itt a zenét. A bábuk kinézeten, arra lennék kíváncsi, Dávid, hogy te mit mondasz ezekről a bábukra, főleg, hogy kinéz szegény Tanner. Ez valaki megnézi, hogy hogy néz ki szerencsétlen. Szerintem óvodában jobbat faragnak ki egyébként az óvodások. Csak érdekelne, hogy te mit mondasz a bábuk kinézetéről. Nekem tetszett a báboknak a kinézete, a dizájnja ezeknek a retro báboknak. Ugye ezek mikor játszódik a film? 1910-20 körül? A igen. Szóval régen, tehát ugye annak a kornak a stílusába csinálták meg a bábokat, és szerintem ahhoz képest nem rosszak. És itt tűnik fel Dr. Death, Dr. Halál, ne felejtsük el megemlíteni, hiszen neki készült egy spin-off filmje, a 15. film, de majd odáig eljutunk. Érdekes választás, hogy pont ő belőle csináltak egy spin-offot szerintem, mert túl sok szerepe nincs ebbe a filmbe, tehát hogy te is mondod, egy cseppvér nem folyik ebbe. És vannak ezek az idióta mumiák. Tehát amikor ezt néztem, és hozzá, Sutek, amikor jönnek a Sutek, így ideig már magamban mormoltam, akkor mentem be vásárolni, akkor megnéztem ezt a filmet, hát annyira idiótaság, hogy valami hihetetlen. Egyébként jól tudom, egyébként Dávid, te nagy Sutek rajongó vagy, ugye? Ajaj. Akár csak én, csak azért van, hogy borzalmasan egy Sutek rajongók vagyunk, és mi a véleményed arról a jelenetre, mikor ezek a mumiák megjelennek ott Franciaországban, és jönnek ebbe az operaházszerűségbe, vagy bábszínházszerűségbe, és ilyen lézereket, vagy ilyen hullámokat lőnek ki a kezükből, és a katonák ilyen borzalmasan, műszerűen elesnek, meg elrepülnek. Neked az jelenet hogy tetszett? Borzalmas az is. Meg így oldották meg, hogy ne legyen vér a filmbe, hogy a mumiák sugarakat küldenek, és amikor a mumiákat késelik meg, akkor ők meg ugye nem véreznek, hanem csak a por jön belőlük, szóval. Szerintem,
talán az egyik legkínosabb filmes ilyet valaha láttam, hogy jönnek a lépcső, és lövik ezeket a hullám, és az emberek eljátszák, hogy elesnek, hát borzalmas, és mennyire érzed reálisnak a szerelmi szállat, ami a filmben volt? Valahogy egyáltalán nem jött át. Tehát főleg a film részéről valahogy nem éreztem egyáltalán, és amikor később visszahivatkoznak erre a filmre a Legacy-ben, akkor már mennyasszonyaként emlegeti, hogy a mennyasszonyat rabolták el. Hát két napja találkoztak, itt még semmi szó, hogy a mennyasszonyod. Szóval egyáltalán nem jött át ez a szerelmi szál, hogy itt ismerkedtek meg. Ráadásul ez is probléma a filmben, hogy ugyebár a nőt Elzának hívják egészen eddig a pontig, itt meg Ilzának hívják. És várj, ezt is megnéztem, direkt audio kommentel megnéztem, túlzás volt egy Háttér TV-nek, és még Angliában voltam, pakoltam, tettem, vettem, és hát David DeCoto és a Greg Sestero, hát a főszereplő volt, aki végignyomta ezt az egészet. És a Greg Sestero mondja is, hogy ez a szerelmi szál, ez abszolút nem működött a filmben, mert mondja, semmi szikra nem volt köztünk. Tehát nem volt egyszerűen, nem érezték azt, hogy hű de jó páros lennének. És az volt a gond, hogy akkor néztem, vagy hallgattam ezt az audio kommentet, David DeCoto az minden alkalommal, amikor az a srác megjelent a vászon, hú, nézzétek ezt a hapsit, nézzétek a haját, ahogy beszéltük, hogy homoszexuális az úriember, az ő dolga, minket az nem zavarná, én azt mondom csak, hogy hallgass ezt egy ember, aki ezt nem szívesen hallgatja, hogy mondjam, furcsa volt az egész ebbe az audio kommentárba is. Úgyhogy Dávid, hány pontot adsz a Retro Puppet Masterre? Hát lehet, hogy nagy lelkű vagyok, jó lelkű vagyok, de talán kettőt. Jó, jó. Én is egy kettesre gondoltam, de én is, ez nagyon jó lelkű kettes. Nem is tudom, miért kettest adok, de legyen egy kettes, jó van. Talán azért, mert a következő rész az annyira jó, hogy az lejjebb kell tenni a mércét, és azért egy kettes ez, úgyhogy Dávid, a kedvenc gyilkos bábok filmed a nyolcadik. Nem is csak a kedvenc gyilkos bábok filmed, de egyik kedvenc filmed a nyolcadik rész, az Örökség című film. Neked megvan ez is eredetibe, ugye? Ez. Nehéz volt beszerezni? Nem, ezt nem, egyáltalán nem. Valóban egy halom stóca. Nem veszik meg túl sokan, igen. Tehát, ugye ez egy kicsikét a horoszkópon, ugye szoktuk ezzel szivatni egymást. Ez egyik olyan film, amivel szivatni szoktuk egymást, mert hát ezt nehéz filmnek hívni. Ugyanis ez egy ilyen úgymond tribut film, tehát össze van vágva az első hét részből, és forgattak hozzá 4 percnyi keretet, tehát hogy keretbe foglalják a 7 filmet, hogy összekössék, egy teljesen zagyva 4 percet forgattak ugye Charles Bendék, ki más, és hát itt van mellettem ez a kis füzet, amiben le vannak írva kis jelenet, kis picik kis ismertetők a filmhez, hogy melyik, miről szól, és hát ez meglepő, de a próbálkozás működik. Ezt írja Charles Band arról, tehát saját magáról, hogy ezt kitartja, magyarázza a bizonyítvány. Hát nem hiszem el, hogy létezik olyan veretes Puppet Master rajongó, aki azt mondja, hogy ez jó, vagy hogy ez tényleg, hogy ez 4K-ba kell neki, vagy hogy ezt muszáj volt Blu-ray-en megjelentetni, vagy nem tudom, hogy minek, mert ez YouTube-ra feltöltik, már oda sok szerintem. Dávid, te hogy érzed, illetve mennyire sikerült szerinted ezt a 7 filmet, ami kronológiailag se egyforma, illetve sztoriba is eltérnek, hogy mennyire sikerült összekapcsolni nek a zseniális kerettörténetek? Nem sikerült szerintem egyáltalán. Tehát itt a film nagy része az első 7 részből bevágott jelenetek, és kapunk hozzá narrációt úgy olykor-olykor az André Toulontól, meg talán másoktól is, még egy-két másik karaktertől, de a poén az benne, hogy a narrációt a sokszor ilyen magnófelvételről kapjuk meg, és hogy olyan dolgokat is narrál a tudom, meg hogy elvileg annak a narrációnak akkor kell készülni, amikor a tudom már halott volt. És akkor így mondom, annyira nem figyeltek oda a dolgokra, meg furán van megvágva is szerintem. Ez a pár plusz jelenet, amit hozzáforgattak, az a sztori, amit abban elmesélnek, az semmi extra. Ugye itt is a harmadik részt folytatják, hogy az, aki ott kisgyerek volt, itt már felnőtt, és akkor a Toulonnak volt a tanítványa.
Nem tudom, hogy gondolták ezt komolyan. Hogy ezt egy konkrét, igazi filmként eladni, bár nem tudom, mert a végén ugye nincsenek végefeliratok se. Semmi. Egyszer csak véget ér a film, aztán kész. Úgyhogy ez tényleg ez... Szerintem vannak ugye ehhez hasonló filmek, mint a Silent Night, Deadly Night második része, ahol ugye bevágták az első részből vagy 40 percet, de a Legacy, a Puppet Master 8. részéhez hasonló még egy, ahol ennyit bevágtak volna, ahol ilyen kevés lenne az új jelenet, nincs még egy. Tehát ez a legdurvább összes ilyen film közül. És szerinted mi vezérelhet a Charles Bandet, hogy ezt megcsinálja? A Fullmoonnak vannak hasonló, hát nem filmjei, de ilyen klip showi, vagy nem is tudom, ahol összevágnak jeleneteket, tehát kiadtak egy-kettő ilyen dolgot, dokumentumfilmként, vagy nem is tudom, tehát van egy pár ilyen, és nem tudom, nem volt már egy pár éve Puppet Master, de nincs új ötletünk, új Puppet Master filmhez, vágjuk össze a első hetet, és akkor adjuk ki, hogy emlékeztessük a nézőket, hogy hey, létezik a Puppet Master, vagy nem tudom. Örülhet, hogy ilyenek létezhetnek. És abból a szemszögből, ami mondjuk a tiéd, vagy az enyém, hogy valamilyen szinten azért szeretjük ezt a szériát, sok vágyúsága ellenére szerintem. Te is szereted végül is, nem? Hát igen, mondhatjuk. Szerinted ez etikailag mennyire megkérdőjelezhető, hogy adnak nekünk egy ilyen filmet? Egyfelől megnézni sorba az összes filmet, és az első hét után ezt a 8-at, már az, nem tudom, ezt hogy gondolták komolyan. Másfelől meg ez a rajongóknak a lehúzása. Mert itt nem kapunk semmi új újdonságot, semmi újat. De azt kapjuk meg, amit már eddig is megkaptunk, és akkor vásároljál meg egy Blu-ray-t teljes áron, és akkor lényegében csak jeleneteket kapsz az első hét filmből, meg pár perc újat. Erre akartam kiukadni, igen, hogy sajnos lehúzza a rajongóit. Tehát az a baj, hogy manapság is csinál ilyeneket, és gondoljunk itt a koronavírusos zombis filmre, amit csináltak, ugye, hogy vagy a Bruno Mattei-nek a szerintem fantasztikus B-kategóriás trash filmjéből, a Hell of the Living Dead-ből kivágták az egészet, és annak is csináltak egy ilyen keretet. Ugyanezt megcsinálta 3 évvel ezelőtt, hogy picikét, nem picit, nagyon szembeköpi a rajongóit, az, akik szeretik igenis a Puppet Master filmeket, és akkor gondoljuk el, hogy valaki tényleg annak idején 2003-ban jött ez ki, hogy epekedve várta, hogy már 4 éve nem volt Puppet Master film, és akkor végre jön egy Örökség című film, és akkor lehet, hogy VHS-en vagy DVD-n betette, és hát megnézte az első 7 filmnek a tribútját. Hát, képzel, mennyire csalódott lehetett valaki akkoriban egyébként. Hát, most gondold el, hogy jön egy új Halloween film, és akkor kapnánk egy ilyet, hogy össze lenne vágva az első 10-akárhány filmből, tudod, és akkor néznénk, hogy komolyan ezért fizettem a mozi egyet, vagy a Blu-ray, tehát mi a fene? Hát szerintem most nagyon fel lennénk háborodva egy ilyen miatt. És hát hány pontot adsz erre, Dávid? Kíváncsi vagyok. 0,5. Van olyan film, amit ennél kevesebbre pontozol? Nem, mert 0-át nem szoktam adni semmire sem, úgyhogy 0,5. Én 0-át adok erre, tehát ez muszáj. Én adok 0-át, nem sűrű, mert én tényleg bajszívű vagyok, meg ilyen elvakult horror fan. Hát ilyen Üvöltés 7. részére adtam 0-át, meg ilyen Leprechaun Origins-re eddig. Tehát olyan nagyon sok filmre nem, de itt egy 0. Tehát ez igazából pontozni nem lehet, mert annyira egy szeméthúzás. És ezután jött egy Puppet Master versus Demonic Toys film. Amikor is ötvözték, hát a gyilkos bábokat a magyarul démoni játékokkal. Te, Dávid, mennyire vagy ismerős a démoni játékok szériával? Megnéztem a legelső részt, és az igazság szerint még talán jobban is tetszett, mint a Puppet Masterből a legelső rész. Hoppá! És sokkal emberem a Demonic Toys-t Chucky ripoffnak egyébként, mert ott ugye még hasonló is a Baby Upsi karaktere. Igen. És aztán ugye megnéztem ezt a crossover-t, ugye a Puppet Masterrel, meg megnéztem a Dollman versus Demonic Toys-t is, ami ugye folytatja a Dollman-t, meg a Bad Channels című filmet, meg a Demonic Toys című filmet is, és ott is egyébként valami 60 perc a film, és vagy 20-30 perc az előző 3 filmből vágott jelenetek. És akkor megnéztem még Demonic Toys
Personal Demons című filmet, és idáig jutottam. Tehát most a legutóbbi három spin-offot már nem láttam. Igen, és hogy hallottam, hogy nem csak ugye hogy a Baby Upsi-ból van ez a három spin-off, lesz még a Jack Attack, ez a, ami kiugrik a dobozból, az a figurából is lesz egy spin-off, de nem áll le a Full Moon, most valahogy rákapod ezekre a spin-offokra valamilyen oknál fogva, amit nem értek. Na de, egy érdekes párosítás, de mégse annyira meglepő, hogyha belegondolunk, bár ezt ugye a Sci-Fi Channel csinálta, nem pedig a Full Moon. És nekem meglepő, mert erről a filmről Charles Band nem nyilatkozik sehol se. Szerinted ez miért lehet? Jó kérdés. Ezt a stáblista egyébként szerepel az ő neve, mint producer, azt hiszem, de talán sok köze nem volt ez a filmhez. És érdekesség egyébként, hogy fel is írtam magamnak, hogy a Retro Puppet Master Blu-ray-en az extrák között az egyik interjúban Charles Band említi, hogy majd jövő évben jön a Puppet Master vs. Demonic Toys film, amit ők csinálnak. És aztán ugye mégse jött, mégse csinálták meg, hanem néhány évvel később a Sci-Fi csatorna hozta ki. Tehát eredetileg már a Full Moon is akart volna egy ilyen filmet, csak aztán valamiért mégse csinálták meg. De ugyanakkor meg ugye beleilleszkedik a sztoriba olyan szinten. Igen, és ebben a filmben van egy, hát egy egykori sztár, a Corey Feldman. Tehát akkor elsőnek láttam, meg is lepődtem. Látszik, hogy nem a Full Moon, akik ugye zsébnél zsébkategóriásabb színészeket folyamatosan újra hasznosítanak. És meglepődtem, hogy leszerződtették őt, mert furcsa is egy ilyen környezetben látni egy gyilkos bábok, meg ilyen Demonic Toys, bár tegyük hozzá, hogy ez is egy ilyen PG-13-es film. Illetve karácsonykor játszódik, ami nálam az nagyon rosszul indít, hogyha akkor játszódik egy film, mert nem szeretem ezt a szünnepet. Ez az én hibám, de ez én hibám, tehát nem a filmé. És nagyon jónak kellene egy filmnek, mint a Szörnyecskéknek mondjuk, hogy karácsonykor játszódjon, és is tényleg tetszem. Vagy mondjuk a Silent Night 2, amit nagyon szeretek, Silent Dead Night 2, az elsőt is szeretem. És ő alakítja, ugye, nem André Toulon, hanem Toulonnak a leszármazottját. És valami elképesztően túlszínészkedi ezt az egész filmet, tehát azt a szemöldökét, hogy összeráncol és emelgeti egyfolytával, és ilyen nagyon béna, ilyen szójátékokat mondogat, és akkor ott van mellett a lánya, aki segít neki, és van egy borzalmas vállalat, ami el akarja lopni a titkát, de azok meg lepaktáltak ugye a démonnal, az ördöggel, meg ilyen katyva sztori, és ugye a karácsony tökre akarják tenni, egyébként eszembe jutott kicsit a Halloween harmadik része, a Season of the Witch. Hogy ugye a gyerekeknek akarják itt is eladni a babákat, mert mit tudom én is akkor, hogy próbálják őket ugye megölni, mint a maszkokkal ugye a Halloween 3-ba. Dávid, te mennyire tudtad ezt megemészteni, ezt a filmet? A Demonic Toys-t találtad? Nem, megvan VHS-en, de nem néztem meg. Abban a filmben van humor, tehát ott direkt humorosra veszik ezt az egészet, ugye maga a Baby Upsi karakter is, ugye mint a Chucky folyamatosan pofázik és löki ezeket a valamilyen szinte humoros beszólásokat. És gondolom emiatt is vették humorosra ennek a filmnek a stílusát, és szerintem ezért játsza túl a szerepét Corey Feldman, mert ugye látszik, hogy végülis humorosra van véve úgy, ahogy van az egész karakter, meg az egész film. Szerintem egyébként a karácsonyi hangulattal talán nincs gond, ugye hozzáad a sztori az ugye, hogy miért karácsonykor játszik, tehát ez fontos eleme a filmnek. A bábok is, meg a démoni játékok is picit másképp néznek ki, ugye, mint az eredeti filmekben, de hát gondolom érthető, hogy miért ugye a Sci-Fi csatorna csinálta, és hogy gondolom, hogy nem használhatták fel az eredetieket. Hát, szerintem ez se tartozik a jobb részek közé, de valamilyen szinten azért szórakoztatónak találtam. És ez a ördöggel való lepaktálás, az neked mennyire tetszett? Hát ez jön a Demonic Toys-ból, ugye ott is ez van, hogy ott is van egy ilyen démon ördög karakter, ami ugye megszállja ezeket a játékokat, úgyhogy ez onnan jött tovább. Fú, nekem tényleg olyan volt, mint hogyha így fogták volna, és oda lenne, így oda pakolták volna ezt az egészet, tudod, hogy legyen benne ez is, nem tudom, egyszerűen nem tudok ezzel a filmen megbarátkozni sehogy se, és kétszer sikerült eddig látnom. Pont nekem is ez a DVD, ez idén jött meg talán, vagy mikor, Németországból vettem én is, még te hívtad fel a figyelmemet, mert egyébként nem egyszerű beszerezni ezt a filmet, és Blu-ray, mert jól tudom, mai napig nem jelent meg,
gondolom ez ugye a jogi dolgok, meg a sci-fi, nem tudom, hogy mennyire jó hozzá, de hú, hát meg ugye ez nincs is benne a Toulon-ládába, tehát ez a film, ez a Démoni Toizos, és valamiért egyszerűen Charles Band úgy nem igazán nyilatkozik róla, tehát nem tudom, hogy miért, viszont úgy nem is nagyon bánom, tehát hány pontot adsz erre a filmre, mert szerintem egy nagyon bizarr ötvözet az egész, meg az egész hangulat ennek az egésznek, és miért mi pontoznál te? Látod ezt a hasonlatot a Halloween 3-mal? Hát végül is igen, valami szinten benne van. Ha? A Charles Band számára szerintem csak az a hivatalos Puppet Master film, amit a Full Moon csinált. Aztán a többi az meg úgy el van mellékágon. Én erre a filmre 4 pontot adnék. 4-et? Hm? Igen, várjál csak. 0-át adtam a 8-ra, 2-t a 7-re. Hát várja, legyen egy 4-es nálam is. Legyen 4-es nálam is. Ez jobb, mint a Retro Puppet Master. Nem is sokkal, de azért jobb. Úgyhogy. És utána jött egy elég érdekes szakasz a Puppet Master filmeknél, az Axis trilógia. Ez egy nagyon érdekes húzás volt szerintem. Nem is értem, hogy miért egy egész trilógiát építettek fel erre az ötletre, de az a lényeg, hogy 2010-ben hát valamilyen szinten rebootolták ezt a szériát, próbáltak ugye egy új vonalat vinni bele, és jött az Axis of Evil 2010-ben, amit úgy van, nekem is ez van meg, ezek a borítók egyébként marha jól néznek ki, tehát a legtöbb film esetében a borító jobb, mint a film, amit természetesen David de Cotto rendezett újfent, aki rendezte a harmadikat, rendezte a hatodikat, a hetediket, és most már a konkrét szériát nézzük 90-ig, de egyébként 10-dik, hogyha beleszámoljuk a Démoni Toizos verziót. És ezt a Távol-Keleten forgatták valahol, a Blu-ray-en van is egy külön ilyen videónapló, hogy forgatják ezt a filmet, azt hiszem 20 napon keresztül, vagy 19, tehát elég gyorsan leforgatták, ami ugye mi nem is olyan gyors egy Puppet Master filmhez képest, szerintem van, amit fel ennyi idő alatt csináltak meg. De kínosabb az a videónapló, ahogy néztem, tehát semmit nem tudom mondani a filmről, csak hogy ökörködik ott Charles Band, meg David de Cotto a forgatáson, egy nagyon kínos számomra az egész. Na de, visszatérnek a nácis vonalhoz. Tehát, hogyha valakinek nem lett volna elég, akkor most itt meg fogja kapni ebbe a trilógiába ezt a nácis vonal, sőt, még utána is, mert végig bele van erőltetve ez a náci vonal. És itt van ugye egy fiatal srác, aki alkalmatlan katonának, és szertesz ezekre a bábokra, és megpróbálják ugye eltenni a nácikat lábbalól, illetve az ő ötleteiket ugye elvetetni, és van benne egy japán gésa is ebben a filmben. Tehát itt furcsa ezeket elmondani. Vadonatúj karakterek, mint egy ninja bábú. Tehát hogy az is egy érdekes megoldás, amikor láttam. Te Dávid, mit gondolsz erről a filmről? Hűha, hát az előző filmmel kapcsolatban egyébként ott elfelejtettük megemlíteni, hogy a rendezője Ted Nicolau, aki egyébként több filmet is csinált, például a Subspecies filmeket. Igen. És ebben a Versus filmben behoztak egy újdonságot, hogy van egy lyuk a báboknak a nyakán, és hogy ott szúrják bele a tűt. És valamiért ezt az Axis of Evil-be visszahozták, megtartották, ugye itt is belerakták ezt. Igen. Korábban ilyen nem volt, úgyhogy ez is így ellentmondás a előző részekkel kapcsolatban, úgyhogy tényleg így nagyon sok ellentmondás van ezekben a filmekben. Nekem ebben a részben tetszett az eleje, hogy hozzákötötték a legelső résznek az elejéhez, ugye a Andrei Tudon öngyilkosságához, ott a hotelbe, tehát ott visszamegyünk abban a jelenetbe, és akkor azt tovább folytatják, hogy onnan viszik tovább a sztorit. A főszereplő srác szerintem szimpatikus volt, illetve Még ott talán a színész is egész jó volt szerintem. Ahhoz képest, hogy némelyik korábbi filmben milyen színészek vannak, főleg a hetedikben. Tehát ahhoz képest szerintem ő úgy jó volt. Aztán a ninja bábú, az érdekes egyébként, hogy kiderül, hogy Andrei Tudon csinált egy ninja bábút, és hogy hirtelen előugrik a doboznak az aljából, a ládának az aljából, hogy eddig nem találta meg senki. És akkor igen, a náci vonalat viszik tovább, mert Los Angelesbe ezúttal nácik vannak, és akkor le kell őket győzni, de közben a japánok is vannak, akik összefognak a nácikkal, és akkor mindez a kínai negyedben, egy kicsit úgy fagyvasz is, meg nem is, nem tudom. Annak idején sokkal kevésbé tetszett ez a film egyébként, most egy picit jobban tetszett.
az Axis trilógia kezdéseként talán nem annyira rossz. Lesz ez még rosszabb. És mi finoman fogalmaztál egyébként, igen, szépen elmondtad az egészről a véleményed. Hány pontot adnál erre a filmre? 4,5. 4,5. Én erre most jó szívűen is adok egy ötöt. Főleg, hogyha megnézzük, hogy azért nekem a hatodik, ami még úgy, ahogy tetszett, tehát a borzalmas hetedik, a semmilyen nyolcadik, a gyenge démonitoizos, azok után azt mondtam, hogy ez nem is olyan rossz. Tehát nem is olyan rossz, meg kaptunk egy kis gort is benne, egy kis akciót, egy kis sztorit, hogy mondod, a színészek nem rosszak, tényleg meg voltam lepődve, hogy ahhoz képest, hogy amilyen színészek vannak a hetedik részben, meg a nyolcadiknak a kis keret történetében, ahhoz képest egész tűrhető kis filmet hoztak össze, és két évre rájött a folytatása, az Axis Rising című film, ami, tehát itt a harmadik részén is elő fog jönni, hogy itt a film legelején egy karakter, aki az első filmet túléli, a legelején kinyírják. Tehát én ezt nem is értem, mint hogy nem lett volna megírva előre a sztori vagy a forgatókönyv, hogy azt hiszed, hogy mekkora ilyen főgonosz, aki az első túléli, és akkor várnád, hogy azzal folytatják a sztorit. Nem. Az első néhány percben kinyírják. De van ez egy hasonló harmadikban, ami még inkább bosszantó. És akkor indul tovább a kalamajka ezzel a kis párral. Itt még a színészeket is lecserélték. Tehát, hogy akik alakították az előző részben a pár. Tehát nekem ez is furcsa volt ennél a filmnél, hogy ennyire nem gondolták el se a forgatókönyvet, se a színészeket nem szerződtették le, vagy nem tudom, és kapunk egy rakásúj bábut. De nem is akármilyeneket, és itt nem jó értelemben mondom. Tehát hogy van ez a náci katonanő, aki a melléből tüzel, akkor egy farkas ember, akkor van egy tank, de ez nem az a tank, aki a hatodik részben volt, tehát nem is jöhet neki kronológiailag, bár itt úgyse figyelünk erre, szóval lehetett volna még akár az is. Kapunk egy ilyen japán ilyen kamikázét, aki szétrobbantja, tehát, na mindegy, érdekelne Dávid, hogy mi a véleményed erről a filmről? Hát, amennyire szerintem az előző Axis filmnek úgy érdekes volt a sztoria, meg amennyire az lekötött, na ez annak az ellentéte teljesen. Itt rögtön az elején az, hogy a két fő karaktert más színész játsza, ráadásul gyengébb színészek, ott már elvágta magát nekem ez a film, mert velük együtt valahogy a karakterek is már kevésbé voltak szimpatikusak emiatt. És valahogy nem érzem azt, hogy itt lenne elegendő történet ebben a filmben. Tehát míg az előző tényleg érdekes volt, ott volt sztori, addig itt már nem nagyon történik semmi. Ott megyünk előre, sok mindent nem csinálnak ezek a karakterek, tovább harcolnak a nácik ellen Los Angelesben, és jóval gyengébb, mint az előző, és ezt a filmet Charles Band rendezte. És úgy mondják az extrák között, hogy ez volt az első full moon film, amit Charles Band rendezett, pedig ugye a nyolcadikat is ő csinálta, azt a néhány jelenetet. Úgyhogy a Axis trilógia második darabja szerintem egy lefelé menet az előzőhöz képest. Igen, sőt, az egy Charles Band rendezett egyik full moon filmet is, mint a Head of the Family, csak azt hiszem Robert Talbot néven, meg aztán valami kívülbongot is lett, a legelsőt is ő csinálta, tehát ő csinálgatta, csak mindig állnéven ezeket a szutykokat, úgymond. És igen, tehát itt még ő is rendezte ezt a filmet, illetve a harmadik részét is a Texas trilógiának, amire most külön ki fogok térni. Az én csatornámon pont idáig van a Axis Rising-a bezárólag egyelőre ismertető, kivéve Demonic Toys, már arról nem csináltam még, mert akkor nem volt még meg DVD-n. Azóta hála az égnek az is meglett, és most már nyugodtan tudom élni az életemet, mert eddig nem tudtam valami, tudtam, hogy hiányzik a Demonic Toys-os film. És igen, tehát, ahogy te is mondod, az elsőben tényleg még érdekesnek tűnt az egész, meg úgy gondoltam is, hogy na, hát, ha még jobb lesz a trilógia, meg így ki lesz szépen fejtve az egész, és lesz egy tényleg egy jó sztori, de nem, itt a kettőben már abszolút elkaszálta magát az egész, tehát itt látszott, hogy egy katyfasz a sztori, meg hogy nem volt előre megírva a forgatókönyv a három filmhez, már mindjárt kitérünk a harmadik része, ami tényleg bosszantó, amit csináltak ott. De erre hány pontot adsz, Dávid, a Axis Risingra? Én erre 3 pontot adnék, viszont itt fontos megemlíteni, hogy a trükkök szempontjából itt már bejött a CGI is,
nem feltétlenül a báboknál, hanem például, amikor lelőnek valakit, és akkor hogy a vér egy CGI-ként fröccsen szar szét, és az rossz döntés volt szerintem nagyon. Így van, így van. Egyre csökkent a költségvetés, és még csökkenni is fog. Hát már csak 5-öt adtam a Axis of Evil-re, erre adok egy 4,5-et. 4,5-et. És aztán eljutunk az Extermination című epizódhoz, ami 2017-ben jött ki. Itt volt, amire gondoltam, itt a Blu-ray-en néztem, hogy itt be lehetett vásárolni magad színésznek a filmbe, tehát még te fizettél, hogy szerepeljél ezekben a filmekben, de komoly szerepeket kaptak itt a színészek, mert ott állnak, mint egy karótnyát figura, mindegyik valami katonát játszik, egy mondata nincsen az embereknek. Nem tudom, mennyi kihetett el ezért Charles Band, de el tudom képzelni. És ugye ezt is Charles Band rendezte. És akkor néztem az extrákat, és ott a színészek meg, akik ott voltak a forgatáson, el tudom képzelni, sosem gondoltam volna, hogy Charles Band-del valahol forgatok egy filmet, mint hogyha egy Stanley Kubrick-kal csinálnának egy filmet, vagy nem tudom, egy Dario Argento-val, vagy egy John Carpenter-rel, és úgy beszélnek a Charles Band, hogy végre a Charles Band-et csináltuk, itt nem hiszem el, és jó, persze, nekem is megtisztelő lenne, érted, nem azt mondom, de nem úgy beszélnék azért róla, hogy mondjam, hogy tök jól szerepeltek ebben a filmben, de a Charles Band-et csináltuk egy filmet, és hát itt ez a kis füzet hihetetlen dolgot árul el. És erről felvettem egy ismertetőt, ami még nincs lent a csatornámon, de fel lesz. És félek, hogy rám szakad a plafon, hogyha ezt itt felolvasom. Tehát ezt írja maga Charles Band, hogy gyönyörűen van a film felvéve Howard Bexler által, tehát ő volt az operatőr, tehát gyönyörűen felvette, mélyvörösökkel és kékekkel, akárcsak egy Mario Bava filmben. Amikor ezt így elsőnek így olvastam, mondom, Jól olvasom, hogy úgymond Mário Bávához hasonlítsa a színeket, az operatőri munkát ebbe a filmbe. Azért, mert fogják a fényeket, és elétesznek egy kék fóliát, vagy egy vörös fóliát, vagy egy zöld fóliát, és akkor ez Mário Báva. Nem, Mário Báva nem így csinálta a filmét. Ő neki tényleg küszködni kellett, meg ötletelni kellett, hogy hogyan csinálják a fényeket, hogyan állítsák be a különböző jeleneteket. Volt, hogy egész szobákat átrendeztek, mert nem volt pénzük arra, hogy külön termekbe forgassanak. Teljesen más világ volt Mario-ban, az is zseni volt. Ő csinálta meg a Giallo műfaját, szerintem a slasher. Tehát hogyha az ember nincsen, nem ilyen lenne a horror műfaj. És akkor fogja Charles Band, és azért, mert egy fóliát oda tesz egy fény elé, azt hiszi, hogy már Mario Bávás egy film. Ilyen alapon én is csináltok egy Mario Bávás filmet, nem? Mert ugye fogok egy fényt, és elé teszek egy fóliát. Hát hihetetlen, és megnézed ezt a filmet, süt róla, hogy baromi olcsó szerintem. Tehát alapból a színezésén a filmnek, alapból ahogyan be vannak állítva a fények, és ami a legidegesítő még emellett, hogy az első két filmben megszerettük valamennyire karaktereket, de pont, hogy említettük, ugye a második része más színészek játszották a két főszereplőt, és ott a nő a második részben egy hárpia lett, még az elsőben egy szeretető nő volt, aki kitartott a hapsi mellett, és segített neki, a másodikban valamit egy tök hárpia lett, mert furcsa is volt ez a karakterváltozás. És itt a harmadik résznek az elején, nem spoilerezés, de nem sokáig vannak a filmben. Tehát én ezt meg abszolút nem értettem, hogy ugye mi értelme volt, hogy kivenni azokat a karaktereket, akik az első két részben ott voltak. És aztán ugye belekerül egy kisnevésű médium, akinek a lányát is belekeveri, aki majd még benne lesz az Iron Cross-ba is, és akkor megyünk tovább a borzalmasan nagy végkifejlet felé, amikor azt hinnéd, hogy van az első két részhez valami kapcsolódása, de nem igazán, mert kiderül teljesen mással az egész mögött. Úgyhogy, Dávid, neked mi a véleményed erről az Exterminationről? Hát igen, ez a film, ez valamilyen szinten folytatja az előző két Exis filmet, de sokkal inkább érződik egyfajta rebootnak, egy tök új sztorinak, új karakterekkel. Hát miután ugye a két színész lecserélték az előző részre, és kevésbé voltak szimpatikusak, így igazából nem nagyon izgatott az, hogy mi történik velük ennek a filmnek az elején. Bár tény, hogy meglepő volt, de legalább itt visszahozták a színészeket, nem voltak újra lecserélve. Az új karakterek viszont nekem szimpatikusak voltak, a médium is, meg a lánya is. Úgyhogy őket kedveltem a filmbe, és igazság szerint a sztori is itt már megint olyan volt, hogy érdekesebb volt számomra, mint az előző filmben. Úgyhogy ez a rész az úgynevezett Axis trilógia befejezése, ami igazság szerint nem is annyira befejezés,
meg nem is nagyon trilógia ez az egész, de mindegy. Szóval szerintem jobb volt, mint ez jó. És szerinted mennyire Mário bávás ez a film? Hogy inspirálta őket, de nem éreztem azt egyáltalán. Jó Isten, ez a Charles Band, ez egyébként egy nagy mókamester. Én nem tudom eldönteni, hogy ő ezzel viccelt egyébként, vagy ezt komolyan gondolja. Mert komolyan gondolja, akkor baj van vele. De ha meg viccelni akar, akkor elég furcsa humorérzéke van. Jó, hogy ezt komolyan gondolta, akkor szerintem ezt is komolyan gondolja, meg minden mást is. Hú, és te mit gondolsz arról, hogy itt a színészek őt ajnározták ott, hogy micsoda nagy lehetőségük van? Hát lehet, hogy még nagyon nem dolgoztak együtt más, sokkal nagyobb nevekkel. Mégis azért Charles Band nagy névnek számít így a Full Moon szempontjából szerintem azért valamilyen szinten. Lehet, hogy valakinek már ez is nagyon jó dolog, hogy vele együtt dolgozhat. Egyébként nekem a német Blu-ray van meg ebből a részből, és ezen csak egyetlen egy kis film van, ahol a effektekről beszélnek, úgyhogy én pont nem láttam ezt az extrát, amit az... Érdekes, érdekes. És ugye ebben a részben van egy hölgy, aki majd tovább megy a spin-offba, a Blade Iron Crossba. De még miért arra kitérnénk, ugye lesz egy másik film, amiről beszélni szeretnék, ugye a Little Strike című epizód. Na de, te hány pontot adnál a Exterminationre? Tehát, 4 és felet. 4 és felet. Ennyit adtál a másodikra is, ugye? Elsőre. És 5-öt adtál a Exis a Feverre, a elsőre. Az Evilre 4 és felet, a Risingra 3-ot. Ja, bocsi, aha. Jó, hát igen. Én ugye a 4 és felet adtam, 5-öt adtam a elsőre, 4 és felet a másodikra, hát legyen egy 4-es, de most nagyon szenvedtem, hogy újra néztem, megmondom őszintén, de brutálisan ki kellett tennem magam, mert pedig 70 perc a film, de olyan volt, mint a 170 lett volna. Hát, nagyon, nagyon untam. Tehát, hogy nem éreztem. Tessék! Én most láttam először, és pont emiatt nem untam, hanem igazság szerint érdekelt, hogy mi történik. Ha egyszerűen én nagyon untam. Tehát úgy kifulladt ez a sztori. Az a pici sztori, ami volt az elsőben, itt szerintem abszolút úgy kifulladt. Meg úgy nem is kapunk igazán gort. Tehát olyan nagy gyilkosságot sem, és hogy te is mondom, hogy van a CGI vér. Tehát az meg a másik, ami lehozott olyan szor, mondjuk itt lelőnek, mondjuk láthatod, hogy fröcsög a CGI vér. És ezek után meglepő volt, hogy jött egy hír, hogy jönni fog egy másik cég által a Little Strike című epizód, amit valamennyire a Fangoria is pénzelt, az amerikai Fangoria. Hogy ki is van téve a filmnek az elejére, meg minden. Nem mondom őszintén, én sokat nem vártam tőle, bár amikor megnéztem az előzetesét, akkor így azt mondta, hogy ez még akár jó is lehet. Illetve, hogy a zenét Fabio Frizzi csinálta, például Lucio Fulci filmeknek a zenét csinálta, és hát, aki nézi a csatornám, az tudja, hogy engem könnyű megvenni, tehát olyan olasz horrorfilmes dolgok, mindent imádok, A-tól a Z-ig, és hát Frizzi az meg pont egy ilyen toppos figura ezekben a körökben. Hát ugye elég, hogy csak a Pokol hét kapuja, vagy Beyond című filmnek a zenére gondolunk, amit Frizzi csinált. A létező egyik legjobb soundtrack szerintem így horrorfilmekhez. És megcsinálták ezt a filmet. Megvettem Blu-ray-en annó, egy nagyon szép kis slipcoveres Blu-ray. Neked melyik Blu-ray van meg belőle, Dávid? Amerikai. Aha. Nekem van egy szép slipcover rajta, még vannak benne ilyen kis kártyák is. És elkezdtem nézni ezt a filmet annak idején, és még az első jelenetnél, amikor van ez a leszbikus pár, aki látta, az tudja, mire gondolok, ott még nem éreztem ezt a átütő erőt. Bár azért néztem, Udo Kier szerepel benne, Barbara Crampton szerepel benne, Matthias Hughes, az akciószínész, aki a Sötét Angyalban játszotta a gonosz, a Sötét Angyal. Voltak benne ilyen jó B-kategóriás nevek, és aztán jött a főcímzené a filmnek, ilyen rajzosan volt megcsinálva, hogy a Tulonnak az életéből volt, aki jelentek meg a feleségével, mit az is elvarázsolt, az a szép zené, amit Friedi csinált. És aztán jött az egész film, és megmondom őszintén, életettem a hajamat. Tehát mondom, nem lett igaz. Mondom,
annyira frankó az egész film, hogy én nem tudom szavakba önteni, ez én véleményem, de hát baromian erős egy filmnek mondanám. Hát a górról ne is beszéljünk. Tehát, hogy erre akartam kiukadni, hogyha valaki gyilkos bábokat akar látni, hát ezt a filmet nézze meg, mert itt tényleg gyilkolnak a bábok, és nem is akárhogyan, nagyon kreatív, nagyon bizarr és brutális módszerekkel. Na de Dávid, te mit gondolsz erről a filmről? Hát itt az alkotók ugye valamilyen szinten ugye a saját maguk dolgát csinálták, de mellette hülyek is maradtak azért az eredetihez. Ugye Barbara Crampton visszatér, csak itt ugye más karaktert játszik. Aztán ugye Charles Band itt is producerként ott van a stáblistám. És hát a bábok ugye természetesen máshogy néznek ki, vannak új bábok is, ugye rengeteg új báb, de vannak azért visszatérő bábok is. A zenéje nagyon jó a filmnek. Ez a legvéresebb epizód, leggórosabb epizód, itt van a legtöbb gyilkosság, a bábok itt végre megint gonoszak és rosszak. Aztán ugye a kezdő jelenet az 89-ben játszódik, amikor ugye az eredeti film kijött, úgyhogy a színészek is teljesen rendben voltak szerintem, a karakterek is rendben voltak. Ugye a helyszín ezúttal is egy hotel, de nem az a hotel, ahol ugye a korábbi filmek játszódnak. Érdekes volt a sztori is, ez a képregény üzlet, meg ugye az a karakter, aki képregény boltot csinálja, meg ez az egész találkozó ugye egy gyilkosság sorozat miatt, amit szerveztek ebben a hotelben, tehát úgy érdekes volt a történet is. Szerintem ez egy tök jó részlet, nagyon is jó részlet, így végre egy kis vérfrissítés, egy kis újdonság, hogy nem a rossz színészeket kell nézni, meg a gagyi sztorit kell nézni, meg nem a nácikat kell nézni, meg a démonokat, múmiákat, meg hasonlókat, hanem kapunk egy picit mást. Úgyhogy összességében szerintem ez egy nagyon jó film lett, viszont a bábokkal kapcsolatban van egy problémám. Mégpedig az, hogy szerintem az előző részekben mindegyik bábnak megvolt ugye maga egyénisége, hogy meg tudtuk őket különböztetni. Ott volt Blade, Pinhead, Tanner, stb. Tehát mindegyik bábot ismerik, és tudjuk, hogy kik ők. Itt viszont ez nincs meg ebben a filmben szerintem. Nincs személyisége a báboknak. A Pinheadből is van, vagy 4-5 különböző Pinhead. Úgyhogy itt azt éreztem, hogy talán a bábokkal kapcsolatban problémásabb a film. Sok báb van a filmben, biztos. De pont az egyik, aki belemegy a Matthias Hughes-nak a hátába, az is egy érdekes jelenet, hogy irányítja őt. Amúgy a dialógusok szerintem barom jól meg vannak írva ebbe a filmbe. Tehát ugye a jól tudom, rá is van írva a borítóra, hogy a Bone Tomahawk-nak az írói írták, tehát a Csontok és Kalpok című filmnek az írói írták ezt a filmet, akik profik. Tehát érdekes, hogy erről se beszélt Charles Band erről a filmről, amit abszolút nem értek, mert megértem, mert sokkal jobb, mint a kb. Összes Puppet Master film, de erre majd kitérünk. És tehát erről ugye nem beszél, erről a filméről, és ami külön érdekes, itt is egy kicsit a náci vonal bele van véve annyiba, hogy a bábukkal kapcsolatban, hogy pont szóba kerül, hogy olyat ölt meg, aki afroamerikai, olyan, aki ázsiai, olyan, aki zsidó, ugye, hogy olyanokat gyilkolnak meg, és így próbálják ugye picit így belevinni ezt a dolgot, de nem ilyen nagyon erősen. És ugye a dialógusokra visszatérve szerintem meglepően humoros helyenként a film. Például, hogy van egy zsidó karakter a filmben, nem tudom, hogy pontosan hogy hívják már, mi a neve az embernek, és megérkeznek a hotelbe, és akkor mondják, hogy én ez vagyok, és akkor én. És mondják, hogy mondta a nevét, hogy akkor maga az, mit tudom én, hogy hívják. Miért úgy nézek ki, mint a zsidó lennék? Miért nem az a neve? De hát akkor meg, hát, hogy vannak ilyen jók, meg mondja pont ez a zsidó származású csávó, hogy ezt nem fogom hagyni, ezek a bábok itt mindenkit meggyilkoljanak, és megkérdez az ázsiai nő, hogy miért nem. És akkor mondja, hogy van rá 6 millió okom. Tehát, hogy ilyen brutálisan okosak a dialógusok a filmben, tehát, hogy sokszor tényleg így fogtam, ez nekem nagyon bejön az egész, mert hogy úgy értelmes is volt, tényleg volt intelligenciája a filmnek, brutálisan véres, gondolok itt arra, amikor van egy űrge, aki vizel, tehát a WC-n, és levágja a bábú a fejét, ugye legurul a feje a WC-be, és levizeli a saját fejét az ember, tehát, hogy annyira ilyen morbid az egész, meg hogy nehéz, ilyet nem láttam még előtte, sok olyan dolgot ebben a filmben nem láttam előtte. Jó, például van ez az abortuszos rész, az még elég kemény a filmben. Láttuk már hasonlót a Man Eaterben, az Anthropophagus című filmben, és nem pont így. Brutál jó szerintem, és tényleg ömlik a vér liter számra, ami szerintem az egész CD-jában kellett volna, hogy ilyen legyen. Például az Exorcist trilógiában csináltuk volna egy filmet,
három helyet, akkor lehetett volna még akár jó is, és hogyha összes pénzt arra az egy filmet forgatják tele, bérrel, górral, mert mindene, jó is lehetett volna, helyette kaptunk három olyan filmet, amilyet. Itt tényleg azt érzem, hogy itt beletettek mindent. Itt gondolom a Fangoria is valamilyen szinten beleszólhatott. Abból a szempontból gondolom, hogy mondták nekik, végre csinálj már egy olyan Puppet Master filmet, hogy gyilk vannak is a bábuk. Nem pedig csak azt nézzük, hogy ott mászkálnak fel alá az emberek. És tényleg a színészek is baromi jók ebben a filmben. Kapunk ilyen kellemes mellett is, ami külön örültem, amikor néztem ezt a filmet. Úgyhogy tetszett ez a képregényes figura is tényleg, a képregényboltosnak a története, hogy a saját apja picit így lenézi, hogy tökre ment a házassága, és hogy csak ott tud dolgozni egy képregényboltba. Viszont film végére ki van írva, hogy folytatjuk, de mai napig nem kaptunk folytatást sajnos. Erről mi a véleményed? Hát igen, igen, tehát a film befejezése, ott van egy jó pár kérdés, ami megválaszolatlan marad. Ott Tudonnal kapcsolatban is, aki ugye itt teljesen gonosz, tehát itt lényegében egy nácit alakít. Szóval igen, ott van egy jó pár kérdés, amire nem tudjuk a választ, nem tudjuk, hogy itt mi történik pontosan, és akkor várnánk a folytatást, és hát egyelőre semmi hír nincs róla, hogy készülne. Sajnos. Szerintem nem is lesz sajnos, mert tehát már jó pár év. 2000, nem is tudom, mikor jelent meg, 17 vagy 8 körül jelent meg ez a film, sajnos minimum 5-6 éve jelent meg. És ez legalább fél évtizedén, sajnos nem hiszem. De nagyon örülnék, mert itt a film végén Tulon úgy átalakul, ami nekem nagyon tetszett benne, mert tiszteletben is tartotta az eredeti sztorit, tovább is vitte. És nekem ez nagyon tetszett, hogy átalakult ugye Tulon a filmbe. És hogy elmenekült, hogy szívesen megnéztem volna, mert hogyha legalább ilyen minőségben folytatták volna, vagy akár egy picit gyengében is, már nagyon tetszett volna, mert szerintem ez egy igazán ütős film. És ezt bátran tudom ajánlani bárkinek, hogyha azt mondanám, hogy nézzem meg egy Puppet Master filmet, vagy ez lenne, vagy a legelső. Te erre hány pontot adnál, Dávid? 7,5, esetleg 8. Na, ha, ez elég erős nálad. Én is egy, az első raktam 8-at, erre is egy 8-ast, hogy egyenrangúnak tartom, csak más ugyan ezt a két filmet. És aztán visszakerültek a jogok, vagy pontosabban újra Charles Band vette a kezébe a dolgokat, és kettő spin-off jött ki. Az egyik a Blade Iron Cross, akiben a főszereplő az Exterminationből a Medium Choice-i. Meg is lepődtem ebbe a filmbe itt, hogy tavaly láttam első streamen, most Blu-ray-ről. Dávid szerencsére beszerezte nekem az Iron Cross meg a Dr. Death-et. És így meglepett, hogy még az Exterminationben nem volt mesztelenkedés, itt a főszereplő csak megmutatta melleit a filmbe. Tehát hogy ugyan érdekes volt, nem bántam, azt hozzáteszem, de olyan furcsa volt, hogy ilyen szinten kivetkőzött magából. És itt ugyebár, tehát én azt hittem, amikor elsőt hallottam a hírét ennek a filmnek, hogy Blade-nek csak külön az eredet történetével fogunk foglalkozni, nem. Tehát ugye gyilkosság sorozat, zombik vannak ebbe, tehát hogy ebbe az epizódban a kísérletek, és ugye ez a médium csaj megbabonázza Blade-et, vagy nézzen utána, hogy kik is állhatnak a dolog mögött, tehát persze megint visszakérjünk a nácikhoz, tehát tényleg egy kicsikét megint repetitív, meg unalmas, hogy mindig ezekre a nácikról hallgatjuk ugyanazt. Te, Dávid, hogy láttad ezt a filmet? Blade the Iron Cross, ugye Axis trilógiát folytatja, csak egy pár évvel később, és ugye nekem ott mondtam, hogy ott nekem szimpatikus volt ez a lány karakter. Úgyhogy az, hogy visszatért el, és ugyanaz a színésztől játsza, az egy pozitívum volt ebben a filmben. És szerintem én érdekesnek találtam egyébként ennek a filmnek így a sztoriát. Kicsit talán okosabb volt abban a szempontból, hogy ezúttal kapunk zombikat, a náci kísérletek. Úgyhogy összességében szerintem nem volt egy rossz rész. Szerintem jobb, mint bármelyik Exis film. Azt egyébként, hogy csak Blade van benne, az olyan, hogy erőltetett egyébként. Most csináljunk Blade-re egy filmet, és akkor csak Blade-et szerepeltetjük közben, meg ugye ott van a lánynál az összes többi báb is, akik ugye ott voltak az Exis harmadik részében, szóval érdekes. De hát mindegy, na. Nézd, kap egy pár elég érdekes jelenetet, például amikor ott kibújik az egyik karakterből,
az egy eléggé véres jelenet. Úgyhogy összességében szerintem nem egy rossz film. És neked a zombik hogy tetszettek benne? Olcsóak voltak nagyon, de nem voltak azért talán borzalmasak. Ez jó, hogy olcsó. Szerinted mennyire illetek a sztoriba ezek a olcsó zombik? Most figyelj, múmiák, meg démonok, meg ősi istenek után most már nem csodálkozok semmin. Igen, a következőben már beugrik Jason Voorhees is egy körre, vagy nem tudom. Igen. Érdekes egy filmecske ez. És én most vettem észre, mert amikor streamen néztem, nem vettem észre, de egy Blu-ray-en egyébként szép minőségen van rajta a film, hogy a vége az nagyon ilyen green screen előtt készülhetett. Amikor van a nagy leszámolás a főgonosza, ott neked ez nem tűnt fel? Hát, lehet. Van, és volt, mint a zajos is lett volna a háttér, mert néztem, hogy a főgonosz előadja a nagy ördögi dolgokat, de rosszul is lett volna kivágva így körbe. Tehát látod, ugye ki van vágva így körbe a csávókán. Nem tudom, olyan furcsa volt, hogy Blu-ray-en így nagyon kiadta az egész, hogy valami nem volt tökéletes ott. Ez így nem tűnt fel, de azt láttam, hogy van egy pár green screen jelenet, amikor például Blade-et konkrétan egy színész játszott el, és aztán összekicsinítették, mert felvették green screen előtt, és aztán összekicsinítették, és úgy tették bele a filmbe. Tehát van egy pár ilyen jelenet. Igen, meg itt kaptam el egyszer egyébként, hogy CGI-ként futni Blade-et, ami hát illúzió romboló volt számomra, mert eddig nem volt benne így, hogy a bábuk a CGI-jal oldják meg. Bár ugye volt ilyen CGI vér, meg ilyesmi, de az, hogy a bábuk is azok legyenek, ez sajnos eddig nem volt így, most meg megkaptuk így is. Úgyhogy, tehát itt a Full Moon-nál tényleg aztán már minden lehetséges. Úgyhogy igen, egy érdekes kis spin-off, mert most rákaptak ezekre a spin-offokra a Full Moon-nál, mindig vannak ilyen divat hullámok, úgy látom. És hát igen, ki tudja, hogy még hány bábúról kapunk majd. Úgyhogy ezután jött ugye a Dr. Death, ami meg egy külön érdekes sztori lesz, na, de Dávid, erre te hány pontot adnál? Én egy 5 pontot. Én is egy 5-öst. Én is egy 5-öst adnék erre, úgy nem éreztem annyira rossznak, olyan jónak se, de teljesen tűrhető volt ez a filmecske, meg hát azért a cici villantás azért ez mégis extra, azért dob a hangulatom mindenféleképpen. És utána jött a Dr. Death című film, ami a Retro Puppet Masterből az egyik karakter, meg is lepődtem, hogy miért pont ő belőle csináltak spin-offot, miközben az egész szériában nagy szerepe nincsen. De egyébként lehet, hogy lesz a Tankből is akkor ezek szerint, a Curse of the Puppet Masterből, hogy hát, ha megtudom, hogy mi történt vele, hogy lehet írok a Charles benne, mert zseniális lenne, hogy a Tankből is lenne, mert nem tudom, mi történt vele. És akkor 2 hét múlva jön a film, kinézem belőlük. Ez a film, ez a Dr. Death nincs egy óra se. Ugye rajta van a Blu-ray-en 57 vagy 8 perc. A Blade volt olyan 70 körül. És én most láttam elsőnek Blu-ray-ről ezt a filmet. Ugye erre kellene, Dávid, első, hogy te véleményed, hogy te hogyan élted meg? Hát én a Blade-et is, meg ezt is, hogy most láttam először, igen. Dr. Death, hűha, ez újra a jelenben játszódik ez a film. Úgyhogy végre hátrahagyjuk a múltat, meg a nácikat, meg hasonlókat, úgyhogy ez már egy pozitívum volt itt a legelején. Ezt a filmet Dave Parker rendezte, aki a Sziklák vérét, amit sokan szeretnek, egy eléggé véres slasher film 2009-ben, azt hiszem. Látszik, hogy a film mögött már talán picit nagyobb tehetség volt. Eléggé véres is a film, itt visszaköszön egy jelenet a Little Strike-ból, amikor a báb irányítja ugye az egyik áldozatát. Azt itt visszahozták. Szerintem eléggé mozgalmas a film, ugye egy helyszínre koncentrál úgy nagy részt, és elég jók a gyilkosságok is. Slasherként szerintem elég jól működik. Az előző részekhez képest szerintem ez egy tök jó epizód lett. Ja, és igen, tehát itt a ugye a Retro Puppet Masterből tér vissza ez a karakter, aki ott egy jó karakter volt, itt meg ugye rögtön gonosz, tehát gyilkolja az ártatlan áldozatokat, embereket, és itt egy érdekesség a Blu-ray-nak a hátulján, hogy a Retro Puppet Master 2005-ösnek írja.
Még ő se tudják, hogy mikor. A filmekben kiírják, hogy az egyik 39-ben játszódik, aztán meg 41-ben, tehát össze-vissza vannak ugye ez kronológiai szempontból, de még azt se tudják, hogy a saját filmjeik mikor készültek. 2005-ben nem is készült egy Puppet Master se. Úgyhogy erről ennyit. Egyébként nekem tetszett a helyszín, ez a szociális otthon, hogy ott játszódik. Furcsa volt ez a CGI cégtábla, amikor ki van írva a neve a szociális otthon, mert akkor kívülről mutatták az időjárás változás, az mindig CGI volt. Ha napos, ha esett az eső, ha sötét. Furcsa volt, tetszettek, hogy furcsa volt, de tetszett egyébként, hogy Fangoria volt egy csomó asztalon, ugye újságnak, ilyen kis liszteregek, közöregek, nem tudom, hogy pont azt olvasnának ki Fangórián, de úgy, úgy jó pofa volt. Volt benne egy elég ilyen kis bizarr jelenet, hogy a egyik ápolóné pénzre sok mindenre képes az öreg ott lakóval, az egy kicsit olyan gyomorforgató is volt, hát meg lett az eredménye. Viszont az képest, hogy elsőnek most néztem meg, lehet az újdonság ereje miatt, de nekem, megmondom őszintén, úgy elvoltam ezzel a filmmel. Voltak benne jó kis gore jelenetek, tehát ahhoz képest, hogy szerintem a Exis trilógiához képest ez sokkal górosabb ez a film. Színészi játék rendben volt. Mondjuk az úgy furcsa volt, hogy mit keres az a hatalmas nagy láda ugye az öregnek a szekrényébe. Le volt láncolva a Dr. Death, hogy kitette azt vajon oda, valaki oda kellett, hogy tegye. Az ápolók nem tudták, aztán meghal az öreg, aztán egyből felvágják, és megnézik, hogy mi van benne. Hogy voltak ilyen kis érdekességek, bár az ugye a végére kiderül, hogy miért. De én tök jól elszórakoztam, az 59 perc az úgy elszállt, hogy tényleg. Nem is, lehet, hogy nem is volt több a sztoriba, és ezt ők látták. És akkor pont ezért csináltak, hogy ne csináljunk még 20 perc sallangot, meg unalmas lett volna, hanem így megkaptuk, és úgy tényleg úgy robog ez a kis filmecske, hát látszik, hogy olcsó, úgymond szerintem. Viszont CGI-t azt nem kaptunk, hála az égnek. Én nekem érdekes volt így végignézni így első ezt a filmet, és bár ilyen lenne, ha már akarnak ilyen olcsó, költségvetésű, filléres Puppet Master filmeket, inkább ilyeneket csinálnának, mert ez tényleg azt mondom, hogy egy korrekt film. Te hány pontot adsz rá, Dávid? Igen, szerintem is egy tök jó film, de egyébként szerintem van még ötletük további 59 percre, csak inkább egy két órás film helyett gondolták csinálnak két filmet, mert az több bevétel. Szerintem biztos, hogy lesz ennek folytatása. Olyan a vége, itt is vannak megválaszolatlan kérdések, úgyhogy szerintem látjuk majd még Dr. Death karakterét, meg a többieket. Egyébként tök érdekes, hogy itt végül is ez már egy 100 éves bábú, hát mikor játszik a Retro Puppet Master, szóval... És nem derül ki, hogy mi történt vele, hogy került ide, meg ilyenek. Úgyhogy szerintem lesz egy folytatás. Én erre egy 6,5-et adnék. Hoppácsa, elég erős osztályzat. Igen, ezt elfelejtettem mondani, hogy pont úgy van vége a filmnek, hogy folytatás azért fent áll. Ami nincs kizárva, már Baby Upsi-ból csináltak három filmet, tök hirtelen, szóval ennek is csinálhatnának. Amit egyébként nem bánnék, hogyha ugyanaz ember csinálná, aki ezt a filmet, tehát így még azt mondom, hogy el is lennék, mert legjobban egy Riddle Side folytatásnak örülnék egyébként ugyanazokkal a készítőkkel, az tényleg jó lenne. Én erre adok egy ötöt adtam a Blade-re, egy hatost erre, mert tényleg azt szórakoztam rajta, egy egész jó kis film volt, meg is lepődtem, mert nem sok mindent vártam ettől a szériától, úgyhogy Dávid, rangsorold nekem légy szíves ezt a szériát. 15. az a Legacy, gondolom ez nem meglepő senki számára. 14-es az a Retro, Puppet Master. 13-as az az Axis Rising. 12. hely az a Puppet Master vs. Demonic Toys. 11-es a Curse of the Puppet Master. 10. az Axis of Evil. 9. az Axis Termination. Aztán 8. a Puppet Master 5. rész, 7. az Iron Cross, vagy a Blade film, 6. a Puppet Master 4. rész, 5. a Puppet Master 2, a 4. az a Puppet Master 3, Toulon's Revenge, és aztán a 3. hely az a Puppet Master 1. rész, 2. hely a Dr. Death, és 1. hely a Little Strike. Azt a mindenit, a Dr. Death ennyire bejött neked? Ja,
friss volt, jó volt, újdonság volt. A régi részekkel meg már úgy vagyok, hogy annyiszor láttam őket, hogy lehet, hogy már picit unom őket. Aha, csak érdekes, hogy a első rész felé helyezted, de amúgy jó volt hallgatni, hogy mondjuk azon nem lepődtem meg, hogy a Little Psycho tetted az első helyre. Ami külön érdekes, hogy amúgy tényleg a legtöbb ember szerint az a legjobb Puppet Master film. És azért ez, és nem azt mondom, hogy Charles Band szégyen, de olyan emberek csinálták, akik tőle függetlenek, hogy jobbat csináltak, mint ő akármikor. Tehát, hogy én is majd csinálok rangsorolást róla, de én a Little Psycho-t meg az egyet, azt így egy szintet tenném. Tehát úgy nem tudnám eldönteni, melyik a jobb, mert a másik a nosztalgia faktor, ugye azzal nőttem ugye fel, viszont ez meg baromi erős. Tehát nem tudnám úgy eldönteni, nehéz döntés lenne. Úgyhogy, de az utolsó két helyzetben egyet értünk, az biztos, azért nehéz ütni a Ligészit, meg a Retro Puppet Mastert, azokat nem is tudom hova tenni, úgyhogy. Na hát nem volt egy egyszerű menet, úgyhogy Dávid épésszel akkor túlélted. Úgy igen, sikerült túlélni. Úgyhogy érdekes lenne ezt egyébként a Zebrátival is végignézetni ezt a sorozatot. Megkínozni egy kicsit. Úgyhogy, bár a üvöltés azért megkapta, az ezeli büntetés volt szerint. Úgyhogy. Ahhoz képest még a kukorica gyermeke is jobb lesz. Ahhoz képest igen. Egyébként, ha már itt tartunk, szerintem melyik a jobb, a Puppet Masternek a negyedik része, vagy a Leprechaun 4 in Space? Leprechaun 4 in Space. Ennyi. És szerinted melyik a jobb, a MTV-n a negyedik része, vagy a Leprechaun 4 in Space? Szerintem a Leprechaun 4 in Space, de egyébként aki az Amityville negyedik részben van kisgyerek, ugye ő van a Puppet Master 3-ban is a gyerek. Micsoda összefoglalása. Végig az Amityville sor, melyik a jobb sorozat szerinted, a Amityville vagy a Gyilkos Bábok? Vannak nagyon jó filmek az Amityville szériában, de a Gyilkos Bábokat jobban szeretem. Hú, ez igen, ez nem semmi. Én jobban gomálom az Amityville, de ez jó. Mondok, hülyeséget mondok. Valamiért a gyilkos koboldra gondoltam, tehát az jobb, mint a Amityville szerintem, meg jobban tetszik a gyilkos kobold, de az Amityville az jobb, mint a gyilkos báboknak. Na, oké, igen, meg is lepődtem, hogy ezt mondtuk. És ha már itt tartunk, akkor szerinted a gyilkos kobold az jobb, mint a gyilkos bábok, hát akkor egyértelműen. Igen. Na, ez jó hallani. Úgyhogy, és te melyiket szereted jobban egyébként, a gyilkos bábokat, vagy Chucky-t? Chucky-t. Chucky. Igen, azért Chucky az azért jóval ütősebb, azért az egy karakter az nagyon ki van ott találva. Úgyhogy ezért nem volt egy egyszerű menet, azt el kell ismerni, ez a gyilkos bábok széria. Ezt tényleg csak az igazán edzett horrorfanok bírják ki szerintem végignézi, mert itt aztán vannak hullámok. Tehát tényleg, mint egy hullámvasút. És ami rossz, az tényleg nagyon rossz. Tehát itt, ami tényleg rossz, az tényleg... Ez férfit kíván, hogy végignézze a 7. 8. részt. Hát én a 8. meg is bevallom őszintén, egyszer láttam, de az is úgy volt, hogy közben csináltam sok mindent. Tehát amikor láttam, hogy van az új, ez a 4-5 perc, amit mellé fogok, akkor néztem, ami van, nagyon érdekes, és aztán ment tovább ugye a 3., 4., 5. részből, meg mit tudom én, a... különféle jelenetek ott, meg nem igazán figyeltem, kívülről fújtam. Mégis az első 5-öt azt nagyon sokszor láttam előtte már. És ugye utána nekem a 6-tól felfele volt új, mikor megvettem ezt a túlonlállát. És akkor utána persze néztem, de hát na mindegy, nehéz egy sorozat egyébként. Te egyébként mennyire vársz egy új Puppet Master filmet? Hű, hát igazság szerint így a vége felé, ahogy néztem ezt az utolsó pár részt, én simán tudnék neki örülni, hogyha folytatnák igazság szerint az utolsó háromból bármelyiket. Igen, ezt a Little Psycho-t azt nagyon megnézném. Ez baromi jó lenne szerintem. Úgyhogy Dávid, hát nagyon szépen köszönöm akkor, hogy végignézted ezeket a filmeket, és hogy eljöttél dumálni ezzel kapcsolatban. És örülök, hogy meg tudtad tartani az ép elméd. Azért nem egy egyszerű sorozat. Úgyhogy érdekelne mindenki véleménye, aki látta mondjuk az egész sorozatot, bár szerintem azok kevesen vannak, illetve aki látott bármilyen részt, hogy mi a véleménye bármelyik epizódról, illetve nyugodtan írjátok meg, hogy mondjuk Dávid végignézze az üvöltés szériát, csak viccelek, de arra nem akarom rávenni, meg
valamelyikből lehetetlen beszerezni még DVD-t, és úgy a hetediket körülbelül nagyon nehéz beszerezni, mert nagyon drága az üvöltésből. Úgyhogy az emberben nem fog $100 költeni egy DVD-re szerintem, főleg nem az üvöltés hetedik részére. Úgyhogy köszönjük a figyelmet, és a következő videóig is béke. Sziasztok!